Tisztelettel köszöntöm Önöket a Városháza díszterméből, Székesfehérvárról, a Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft. És Székesfehérvár megyejogú város önkormányzata által közösen szervezett Hogyan tudjuk elképzelni a jövőt a COVID után megnevezésű kerekasztal beszélgetésen. Külön is köszöntöm dr. Cselpalkovics András urat, Székesfehérvár megyejogú város polgármesterét, dr. Bóka Viktor urat, Székesfehérvár megyejogú város jegyzőjét, Csanádi László urat, a Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, dr. Mezőszentgyörgyi Dávid urat, a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Kampuszának akadémiai ügyekért felelős rektori megbízottját, Kulcsár Szilvia úrhölgyet, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum főigazgatóját, Minárovics Márton urat, az Albacomp Rendszerintegrációs Kft. Ügyvezetőjét, Szincsák Attila urat, a Denso Gyártó Magyarország Kft. Ügyvezető igazgatóját, és Schulz György urat, a Jancserkert Piac és Közösségi Egyesület elnökét. Tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, az online érdeklődőket és a sajtó megjelent képviselőit. Felkérem Csanádi László ügyvezető urat köszöntőjének megtartására. Nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit, polgármester urat és a többi vendégünket, akik elfogadták a meghívásunkat, valamint külön köszöntöm azokat a nézőinket, akik valamilyen fajta online platformon követik munkánkat nyomon. Tulajdonképpen ez is az alapvetése ennek a kis beszélgetésünknek. Van egy mondás, ami úgy szól, hogy járt utat járatlanért el ne hagyj. Ezt azzal szoktam én kiegészíteni, hogy az ismert úton valóban könnyebb haladni, de a nagy felfedezések mindig az ismeretlen utakon történnek, ott, ahol előttünk még nem járt senki. Kutatóközpontunk ezt a nagyívű célt tűzte ki maga elé, és most ország és világszerte egy nagyon-nagyon nehéz időszakon vagyunk túl. Bízunk benne, hogy nem csak az első hullámán, hanem végleg magunk mögött tudtuk hagyni. De ez még előttünk van. Most azt fogjuk egy kicsit megvizsgálni, hogy milyen olyan szükségmegoldásokat kellett alkalmazni ezen időszak alatt, amit valljuk be, a mi generációnk soha nem élt meg, soha nem szembesült azzal, hogy valami ilyen hasonló világesemény legyen, ekkora veszélyhelyzet alakuljon ki, ami alapvetően befolyásolja a mindennapi életünket. Cégünk él is ezekkel a lehetőségekkel. A pandémiás helyzet kitörése után nem sokkal egy online kutatással vizsgáltuk azt meg, hogy a székesfehérváriaknak mire van szüksége, milyen döntéseket kell ahhoz megszokni, vagy meghozni, hogy a legkomfortosabban tudják magukat érezni. Valamint kihasználva a pandémiás időszakot dolgoztunk egy online köteten is, ami hamarosan meg fog jelenni okosváros témában. De azt mi tudjuk, hogy mi mivel foglalkoztunk, és most azért gyűjtünk itt össze, hogy a város hivatalvezetését, valamint a gazdasági élet különböző szegmenseinek képviselőit megkérdezzük, hogy ők hogyan élték ezt meg, ők hogyan értékelik ezt az elmúlt mögöttünk hagyott időszakot, és milyen olyan gyakorlatok alakultak ki, amik esetleg velünk maradhatnak a veszélyhelyzet elmúlta után is. Nagyon szépen köszönöm, és jó tanácskozást kívánok! Köszönöm ügyvezető úr szavait! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy pár szóban bemutassam Önöknek a kerekasztal beszélgetés résztvevőit egy kicsit részletesebben. Dr. Cselpalkovics András, Székesfehérvár megyejogú város polgármestere, 2010 óta városvezető. Diplomáját és európai szakjogászi képesítését a Pécsi Tudományegyetem Állami és Jogtudományi Karán szerezte. Az egyetemi éveit követően vállalati jogtanácsosként dolgozott a Videoton Holding ZRT-nél. 2006-tól országgyűlési képviselőként segítette város munkáját. 2018-ban a digitális oktatás erősítése érdekében tett erőfeszítéseért az év digitális oktatás nagykövete címet, majd 2019-ben az év polgármestere megtisztelő címet vehette át. Dr. Bóka Viktor, Székesfehérvár megyejogú város jegyzője.
2009 óta vezeti a polgármesteri hivatalt, diplomáját a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán szerezte, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal jogtanácsosa volt kezdetben, majd jogi igazgatóként tevékenykedett a hivatalnál. A Magyar-Amerikai Futballszövetség alelnöke 2020-ban felterjesztették címzetes főedzői címre. Dr. Mezőszent Györgyi Dávid, a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalkozásfejlesztési Intézetének habilitált egyetemi docense, a Székesfehérvári Campus akadémiai ügyekért felelős rektori megbízottja, az Agrobusiness Manager szak szakfelelőse, állandó meghívottja a duális képzési tanácsnak, partnertanácsú adóként segíti a T-System Magyarország innovációs fejlesztési tevékenységét, mindemellett a Jó és Kecske Ágazatért Egyesület elnöke is. A Magyar Tudományos Akadémia köztesületi tagja. Kulcsán Szilvia, informatika tanár, szakvizsgázott pedagógus, 2015-től a Székesfehérvári Szakképzési Centrum főigazgatója, 2003-tól 10 éven keresztül az Árpád Szakképző Iskola és Kollégium informatika tanára, majd 3 évig szakmai igazgató helyettese. 2013-tól a Klebesgel Intézményfenntartó Központ Fejér megyei tankerületi központjának előbb szakképzési referense, majd szakmai igazgató helyettese. 2015-től főigazgató 11 intézmény irányításával foglalkozik. Mináróvics Márton, az Albacomp Rendszer Integrációs Kft. Ügyvezetője immár 6. éve. Diplomáit a Kodolányi János Egyetemen és a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte. 2001 óta dolgozik az Albacompnál, cégvezetése alatt több sikeres innovációs projekt, például okos parkolás vette kezdetét, valamint a cég külügyi kapcsolatai is bővültek. 2019-ben a Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara fiatal vállalkozói díját vehette át teljesítmény elismeréséül. Szincsák Attila, a Denso Gyártó Magyarország Kft. Ügyvezető igazgatója, aki korábban közlekedésmérnöki diplomát szerzett, a székesfehérvári céghez 2001-ben csatlakozott, ahol 8 évig beszerzési vezetőként tevékenykedett, majd 2 évet Japánban a Denso anyavállalatánál töltött központi stratégiai vezetőként. 2011-ben tért vissza Magyarországra, onnantól kezdve a pénzügyi, kereskedelmi tevékenységért felelt és elnöki tanácsadó. Schulz György, a 7 év óta, a 7. éve már működik a közösségi piac, amelynek az ötletgazdája, a Jancsárkert Piac és Közössége Egyesület elnöke, lokálpatriótaként a Székesfehérvár Jövőért Egyesület elnökségi tagja. Jó magam, pedig a kerekasztal beszélgetés moderátora lennék, Veres Rihád, a Prosperis Alba tudományos konzulense, valamint az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Karának HR közkapcsolati vezetője, és felsőoktatási ügyekkel foglalkozom még. És nem is húznám tovább a szót, mert már gondolom, hogy mindannyiunkban megfogalmazódtak válaszok, úgyhogy kezdem is rögtön a kérdésekkel. Mentálisan, gazdaságilag erőteljes hatást gyakorolt a koronavírus válság a társadalomra. Úgy gondolom, hogy a kritikus infrastruktúra vagy a kulcsszektorok jól működtek, de hogyan viseltük mi a karantént? Hogyan változott a magatartásunk, a hozzáállásunk az élethez, a társas kapcsolatokhoz, a szolgáltatásokhoz, a fogyasztáshoz, a környezetünkhöz, így a karantén ideje alatt? És kérdezem a résztvevőket, hogy mit gondolnak ezek a változások, ezek velünk maradnak, vagy az élet normalizálódásával esetleg eltűnnek, reméljük, mint a vírus. Elsőként kérdezném polgármester urat. Először is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a Prosperisnek azt, hogy megszervezte ezt a online konferenciát. És nagyon örülök annak, hogy itt a munkatársakkal élőbe találkozunk, és nem csak az igazolásokat írom alá hétről hétre az elvégzett önkéntes munka vonatkozásában, hogy ki hol végezte mondjuk az idősügyi ellátásban a Prosperis munkatársai közül is a munkát heteken keresztül egyébként. Ezúton is szeretném nekik ezt itt is megköszönni, és mindenkinek, aki ilyen programokban részt vett.
de azért mégiscsak egy ilyen kutatóintézethez jobban illik az a műfaj, ahol most vagyunk, és talán ez is jelzi egy kicsit szimbolikusan, hogy azért egyfajta normalizálódása az életnek mégiscsak megkezdődött, sőt, ugyan nem pontosan erre a napra gondoltunk, hiszen akkor még a 20-a volt a veszélyhelyzet megszűnésének várható napja, de szerintem egyikünk sem boldogtalan, hogy ez egy pár nappal előbb érkezett. Hát a karanténról személyes élményeket nem nagyon tudok mondani, mert munkámból kifolyólag ebbe nem volt részem. Egyébként annyiban majdnem, hogy talán ennyit műhelytitok elárulható, hogy a Városházára is beszereztünk matracokat, hálózsákokat és mindent, hogyha esetleg arra kerül a sor, mint más városoknál egyébként sajnos ez megtörtént, hogy karanténba kell vonulni, akkor mi itt vonultunk volna karanténban a Városházán, mert hát közben nyilván az életnek meg mennie kellett volna. És ezt csak azért mondom, mert ez szerintem egy kicsit szimbolikusan jellemzi ennek a három hónapnak a rendkívüli helyzetét, amikor egymással beszélgettünk mondjuk január elején, és mindenki mindenkinek boldog új esztendőt kívánt, és jó egészséget kívánt, akkor szerintem álmában nem gondolta senki azt, hogy néhány hét múlva a világ gyökeresen kifordul önmagából. Én még azt sem mondanám, hogy hány fokot vett. Szerintem nem lehet úgy értelmezni ezt a három hónapot, ami az előző időszakhoz képest viszonyítható, annyira eltért és annyira más volt. De hát mi minden ilyen időszak rengeteg kihívás mellett azért nagyon sok tanulságot is hozott, amit meg szerintem érdemes levonni kinek-kinek a saját, mondjuk úgy, őrhelyén, saját szervezetében, és biztos, hogy érdemes levonni közösségi szinten is, legyen az egy vállalat, egy civil szervezet, egy egyetem, egy köznevelési, közoktatási, szakképzési rendszer, egy hivatal, egy város egésze, vagy éppen egy megye, régió, ország, Európa, és mehetnénk a világ nagy szegmensei irányába, mert hogy ez valóban egy világjárványként mindenkit érintett vagy érint. Ebből következően mindenhol van ennek tanulsága, és azért bár jogi értelemben a veszélyhelyzeten túl vagyunk, és a számok is nagyon biztatóak, már ami a járványügyi helyzetre vonatkozik, de azért nem vagyunk túl a járványon. Ezt azért szeretném aláhúzni, hogy ez a vírus itt van közöttünk, nincsen vakcina, nincsen gyógyszer. Láttuk, hogy az elmúlt napokban mi történt Kínába, mondjuk például megint ugye Peking vonatkozásában most piacok jöttek elő, ott zárták újra az óvodákat, tehát nagyon sok olyan veszélyforrás van még, amire föl kell készülnünk. Egyet tennék ennek a kis néhány mondatnak a végére, az elejéről, hogy hát az első pár nap az nagyon-nagyon érdekes volt, hogy egyáltalán felmérjük, hogy oké, de akkor itt most merre tovább? Mi lesz a feladat? Abban mi az állam feladata? Mi a állami szervezetek feladata? Mi a hatóságok feladata? Mi az önkormányzat feladata? És akkor most ezt sorolhatnám. És aztán, mint általában lenni szokott, elkezdtük a munkát, és nap-nap után ment, és hát jól vagy rosszul, ezt nyilván lehet értékelni, de valójában csinálta mindenki a dolgát, és szerintem ez ugyanígy volt mindenhol. Én nagyon köszönöm tényleg azt a fantasztikus együttműködést, ami volt a különböző szervezetek között a városba, mert ez nagyon-nagyon sokat segített, mert hogy ez mindenkinek új helyzet volt, és persze mindenkinek vannak bizonyos védelmi tervei, amikre fölkészül, de valljuk be, hogy igazán azok nem egy ilyen egészségügyi veszélyhelyzethez kapcsolódtak. Nem ezt szoktuk gyakorolni a különböző védelmi gyakorlatokon sem. Hát majd a jövőben valószínűleg ez is be fog kerülni ezeknek, akár jogszabályi keretek között megtartandó védekezési mechanizmusoknak a körébe. Nagyon izgalmas időszak volt, nagyon fárasztó időszak volt bizonyos szempontból, de nagyon tanulságos társadalmi kérdések, gazdasági kérdések tekintetében, az a hogyan továbbról gazdasági ügyekben és ennek társadalmi hatásaiban pedig szerintem sokat fogunk ma még beszélgetni. Köszönöm szépen polgármester úr szavait, és kérdezem Mináróvics Márton ügyvezető úrat, milyen tapasztalatai vannak? Köszönöm szépen a lehetőséget először is, hogy a vállalkozói szféra is meghallgatásra kerül ebben a témában. Nagyon megerősíteném polgármester úr szavait, mert nyilván egy ilyen helyzettel korábban mi sem találkoztunk még, tehát a gazdasági szféra is, hát nem azt mondom, hogy felkészületlenül, de hát meg úgy érte, hogy nem tudtunk erre előre készülni. Még én úgy csöppentem ebbe az egész dologba egyébként bele, hogy mi pont egy külföldi utazásról tértünk haza a családdal, úgyhogy mi egy önkéntes karanténnal indítottunk egy két héttel. Tehát mi ezt az elején le tudtuk kvázi, de a viccet félretéve.
Nagy segítség volt egyébként, és itt a kamara szerepét szeretném megerősíteni, hogy a fiatal vállalkozók még egészen a karantén megelőző időszakában összeültünk, és átbeszéltük, hogy ki hogyan fog felkészülni azokra az esetekre, amikor itt komolyabb korlátozó intézkedések lesznek. És ez egy elég jól időzített beszélgetés volt, mert aztán rá két hétre tényleg bevezetésre kerültek ezek az intézkedések, ami én azt gondolom, hogy egy elég jó időben sikerült még, és én azt gondolom, hogy elég jól reagáltunk rá mi magyarok, fegyelmezetten, és nagyba köszönhető szerintem ennek is, hogy nem lett nagyobb baj. A cégre rátérve mi is próbáltunk elsősorban nyilván a dolgozóink egészségének védelme érdekében hamar áttérni a home office megoldásokra. Informatikai cégként nyilván ez nekünk nem volt akkora nagy kihívás, mert rendelkezésünkre álltak már ezek az eszközök. De egyfajta vetésforgó alakult ki a cégen belül, hogy ki az, aki tehát adott időpontban benn van a cégnél, egy adott területen, és váltottuk egymást, és hála Istennek nálunk nem is fordult elő ilyen betegség, vagy megbetegedés. Azt gondolom, hogy, és ez több cégnél is ilyen gyakorlatként jól bevált, hogy ilyen vetésforgóban voltunk az irodában. Nyilván az életet nem lehetett megállítani. Mi úgy döntöttünk egyébként a cégben, hogy nem csökkentjük a béreket, hanem és megpróbáljuk megtartani a munkaerőt ebben az időszakban is. Nyilván az ember ilyenkor a tartalékait próbálja megfelelni valamilyen szinten, de hát ez egy viszonylag jó hír azért, hogy 3 hónapos időszak alatt a nehezén talán túl vagyunk. Mindenesetre én azt remélem, hogy, illetve azt gondolom, nem remélem, azt gondolom, hogy azért ennek lesz még újabb köre, amíg a védőoltás nem készül el. Tehát én mindenképpen arra számítok, hogy egy ilyen újabb körre még fel kell készülnünk. Valószínűleg nem lesz ennyire nehéz, mert azért az első körben elég sok tapasztalatot össze tudtunk gyűjteni, a védekezés és egyebek gyanánt. De erre mindenképpen fel kell készülni, úgy gondolom, itt rövid időn belül, akár már ősszel. Köszönöm szépen. Köszönöm, ügyvezető úr. Kulcsár Szilvia főigazgató asszonynak adnám meg a szót. Köszönöm szépen. Hát, kezdeném azzal az első nappal, amikor megtudtuk pénteken éjszaka, hogy hétfőtől mi már nem megyünk iskolába. Legalábbis olyan formában nem, ahogy megszoktuk. 11 órakor azonnali igazgatói értekezletet hívtam össze szombatra, az összes igazgató kollégával és minden olyan kollégával, aki ebben nekünk tud segíteni. És 2 nap alatt kialakítottuk azt a rendszert a centrumban, amelyikkel utána végig tudtunk dolgozni ezt a több hónapot. Ugyanakkor ez azt gondolom, hogy nagyon pozitív. Kicsit készültünk, nem mondhatom azt, hogy teljesen váratlanul ért minket, hiszen akkor már napok óta szó közszájon forgott, hogy jövünk iskolába, bezárják az iskolákat, más oktatási forma lesz, valami történni fog. Ezért mi már erre azért valamilyen szinten készültünk, elkezdtük átgondolni már az előző héten, hogy milyen rendszereink vannak, mit tudunk majd használni, kinek milyen lehetőségei vannak. Így ezért ez a része nem ért minket olyan nagyon váratlanul. Ugyanakkor az nagyon váratlanul ért minket, hogy ezen az értekezleten olyan kollégánk is részt vett, aki közvetlen kapcsolatba került igazolt koronavírusos beteggel. Úgyhogy mi hétfőn nem csak úgy kezdtük, hogy online oktatás, hanem úgy is, hogy a teljes vezetőségnek otthonról kellett dolgozni legalább 2 hétig, amennyire lehetett önkéntes karanténba vonulva. Na, és ez volt az igazán nehéz feladat, úgy megoldani az intézmények vezetését, hogy a lehető legkevesebb kapcsolattartással, személyes kapcsolattartással, de úgy gondolom, hogy ez a része is sikeres volt, mert szerintem ez kívülről nem látszott. Ezt nem hiszem, hogy mások észrevették, hogy mi ezzel milyen problémákkal küzdöttünk. Ráadásul ugye nem csak minket érintett, mint vezetőket, hanem a kollégáinkat.
Ott viszont teljes váratlan helyzet volt, és azt gondolom, hogy az a fajta, és én kimerem mondani, hogy felkészületlenek voltunk, hiszen a kollégáim használtak eddig is digitális eszközöket, de nem ilyen mértékben és nem ilyen formában. Tehát az, hogy egyik napról a másikra úgy kellett átállni, hogy semmilyen személyes kapcsolattartás nem volt a gyerekekkel, ez egy nagyon nagy feladat volt, nagyon komoly feladat volt, és az első hét az bizony a rendszerek felállításával, annak a kitalálásával zajlott, hogy egyáltalán hogy érjük el a tanulókat, kinek kell biztosítani eszközt, hogy el tudja érni az intézményi struktúrát. És igen, voltak olyan kollégák, akiknek kollégának kellett eszközt biztosítani. Szerencsére az első héten meg tudtuk oldani ezeket a feladatokat. Minden tanulónknak, minden kollégánknak tudtuk biztosítani az eszközöket. De az eszközökön kívül azt gondolom, hogy a módszertan, ami nagyon fontos, hiszen eszközt viszonylag könnyű keríteni. Sokféle módon hozzá lehet jutni, meg lehet oldani. De azt a módszertant, amit alkalmazni kell a digitális oktatás, illetve távoktatás során, azt azért, hát azt kell mondjam, hogy van olyan kollégánk, aki 0%-ban használta addig, és most 0-ról 100%-ra kellett fordulni. Én nagyon köszönöm a kollégáimnak, mindenkinek, hogy ilyen módon álltak helyt, mert az első néhány döccenő után azt gondolom, hogy gördülékenyen ment az oktatás, és azt is szoktam nekik mondani, és most mindenkinek elmondom, hogy az volt a mi szerencsénk, hogy ezt ilyen helyzetben és ilyen gyorsan kellett megoldani, mert nem volt időnk kitalálni azt, hogy hogyan nem lehet. És így, mivel 2 napunk volt arra, hogy megoldjuk, megoldottuk. Persze hibáztunk is. Biztosan állíthatom egyébként, hogy mind a kollégáim, mind a tanulóink esetében a digitális kompetenciák nagyon sokat fejlődtek, de azért követtünk el hibákat, előfordult, hogy túlterheltük a diákjainkat, de akkor meg kellett hallgatni a szülők problémáját, a panaszát, a diákjaink problémáit, és ezeken igyekeztünk változtatni. Azt sem állítom, hogy ez tökéletesen sikerült, viszont le tudjuk vonni a konzekvenciákat. A nagyon nagy tanulság az, hogy intézményi szinten egységes platformot kell találnunk, olyan formában, amit mindenki elér, és mindenki egyformán tud használni. Ne kelljen sem a gyermeknek, se a szülőnek 3-4-5 féle rendszert megtanulnia, használnia, ne kapjon sok helyről feladatot, tehát egy követhető rendszert alakítsunk ki. Ez azért is nagyon fontos, mert azt gondolom, hogy a szeptemberben induló új tanév esetében, hát még itt a kérdés, hogy normál úton, módon fogunk-e oktatni, vagy sem, hiszen a vírus itt van. Tehát nekünk olyan módon kell most a nyarat végig dolgoznunk, és végig gondolnunk, hogy szeptemberben, hogyha újra előáll ez a helyzet, akkor megint tudjunk rá reagálni. Ha pedig nem, akkor a tapasztalatokat mindenképpen be tudjuk építeni. Folyamatosnak gondolom a kollégák képzését, mindenképpen nagyon fontos. A szülőkkel való kapcsolattartást és az ő tájékoztatásukat eddig is úgy gondolom meg tudtuk oldani, de ezt szorosabbá kell fűzni mindenképpen. Ugyanakkor azt is meg kell állapítanunk, hogy a diákjainknak nagyon-nagyon hiányzott a személyes kapcsolattartás. Tehát ha a hétköznapi oktatást vesztük majd alapul, most jelen pillanatban úgy gondoljuk, hogy egy 20-25%-nyi digitális vagy online oktatás működőképes, de hogy a teljes személytelen, idézőjelben személytelen kapcsolat, az a diákjaink személyiségfejlődésében nagyon sok kárt tud okozni. Tehát ők abban a korban vannak, amikor a társas kapcsolatok, a bandázás, az egy fontos eleme az ő életüknek, és enélkül a kommunikációjuk sem úgy fejlődik, és igazából azok a tanulóink, akik mondjuk periférián vannak jelenleg önállók, ez egy komoly kihívás, hogy ne szoruljanak még jobban perifériára, hiszen a digitális távol, ugye a személyes távolságtartás esetén hát ők még jobban kiszorulhatnak. Ugyanakkor volt, akinek ez egy segítség volt, hiszen az online térben sokkal könnyebb megnyílni, és őneki javultak mondjuk a baráti kapcsolatai, vagy akár a pedagógusokkal való kapcsolata. Ez megint egy ilyen pedagógiai és módszertani feladat lesz, hogy mi ezt végig gondoljuk, hogy hogyan tudjuk majd még ezt fejleszteni. Amit még nagyon fontosnak tartok elmondani, hogy a társadalmi felelősségvállalás az részünkről is, az oktatása, a tanítása is nagyon fontos, hiszen nekünk nem csak oktatni, hanem nevelni is kell. És nem csak azt kell megtanítanunk, hogy hogyan kell távolságot tartani, hanem azt is, hogy mi az, hogy szociális érzékenység, és hogyan tudnak ők egyéni és társadalmi felelősséget is vállalni. Nagyon szépen köszönöm főigazgató asszony szavait, és felkérem jegyzőurat. Sok szeretettel én is köszöntök mindenkit, köszönöm a meghívást. Nagyon érdekes a téma, és nagyon izgalmas, hogy a 100 napja most már ezzel kerünk, ezzel fekszünk.
úgyhogy rengeteg minden jutna az eszembe, és rengeteg minden szeretnék mondani, azért megpróbálom összeszedni és rövidre fogni, hogy másoknak is legyen lehetőség. Ugye az volt a kérdésed, hogy itt marad-e velünk, szerintem itt. Szerintem soha semmi nem lesz már olyan, mint ezelőtt volt. Biztos, hogy szépen lassan vissza fog állni azért a rend a megszokottba, de rengeteg minden itt fog velünk valadni, amit ennek a vírus kapcsán megtanultunk. Ugye ez a válságnak, én sokféle elméletet olvastam, hogy ki mire számít. Én megmondom őszintén, hogy az előttem szólók is, szerintem Minális Marci is ezt mondta, a dupla V-re számítok, hogy lesz egy második hullám. Most elértük a gödör alját, elindultunk fölfele, de olyan mértékben szabadulnak ki az emberek ebből a 100 napi karanténból, hogy egészen biztos az, hogy ez nem maradhat idézőjelbe büntetlenül, és mire a gödörből kimásznánk, addigra ennek a V-betűnek a szára újra lefelé fog görbülni, és amíg nem lesz vakcina, addig ez a dupla V alakú pingpongozás fog történni velünk. De igazából, amiről én szeretnék beszélni, az nem is annyira makroökonomiai vonatkozásai dolognak, hanem ilyen hivatalvezetőként, munkáltatóként és személyesként megélt tapasztalatok, ami nekem nagy meglepetés volt. Mindenki azt fújja, hogy mennyire bevált a home office. Én ezt cáfolni szeretném, nekünk ez nem működött. Tehát az én kollégáim, akik home office-ba dolgoztak, nehezen volt ellenőrizhető, nehezen volt mérhető a tevékenység. Szerintem napi 1-2 óránál többet nem vett igénybe az a munka, amit el kellett végezni. Nem volt jó. Én nem szeretném azt, hogyha home office felé menne a világ, nem szeretném azt, hogyha a home office dominanciája a vírus következtében markánsabb lenne. Nekünk nem jött be. Nyilván vannak olyan munkakörök, ahol ez kivitelezhetetlen, például egy közterületfelügyelő a nappaliba viszonylag nehezen tud járőrözni, vagy hát tud, csak nem sok értelme van, de a munka számítógép mellett végezhető munkánál sem éreztem azt a hatékonyságot, mint amit a kollégák a munkahelyükön tudnak. Úgyhogy én határozott a home office ellenes voltam, és azzá is váltam, hogy abba lettem megerősítve ebbe a járványba. Ezzel tudom, hogy a teljes magyar és nemzetközi kommunikáció ellen megyek, de az én tapasztalatom, az én személyes tapasztalatom ez, ezt mindenképp szerettem volna elmondani. Főigazgató asszony előttem már beszélt a személyes kontaktusokról. Én is ezt tudom megerősíteni, hogy felértékelődtek a személyes kontaktusoknak a szerepe. Én is alig vártam, hogy végre valakivel úgy tárgyalhassak, hogy bejön hozzám. Nincsen rajta sem az, se gumikesztyű, se semmi, hanem normálisan át tudjuk beszélni a konkrét ügyet. Nekünk a Zoom sem mondaná. Mi Zoomot használtunk, elárulhatjuk minden biztonsági rés ellenére. Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy zöggenőmentesek voltak ezek a megbeszélések, és nem mindig felhasználói oldalon volt a hiba, úgyhogy az eszköz sem feltétlenül volt jó. Nem tudta pótolni azt a minőségű kommunikációt és azt a minőségű tárgyalást, amit egy személyes tárgyalás tud hozni. Maga az egész szituáció, ugye önkormányzatként, az a polgármester úrral az elmúlt 1-2 évben többször beszéltünk arra, hogy valaminek történnie kell. Ugye elszálltak az ingatlanárak, elszálltak a bérek, évek óta rohanunk a piac után, mi, mint önkormányzat, és próbáljuk megtartani béremelésre a munkavállalóinkat. Elszálltak a repülőjegyek, a szállásdíjak, az albérlet árak, az építőipar és az egyéb piaci tevékenységről nem is beszélve. Egy olyan abnormálisan felpörgetett társadalomban éltünk már, hogy mi már loholtunk az eredmény után, és vakaroztunk, hogy na mikor fog a 2008-ashoz hasonlóan kipukkanni a lufi. De azt, hogy így fog kipukkanni, és hogy egy gomnyomásra lesz hirtelen a több éves mardosó munkaerő hiányból egy munkanélküliség, ami ismeretlen fogalom volt Székesfehérváron, meg aztán pláne, azt nem gondoltuk volna. Tehát ez mindenképpen egy borzasztó nagy huszárvágással, egy nagyon gyors reagálást igényelt a részünkről is, és még igényel a mai napig, mert ez a probléma nyilván nem megoldott. De a lufi kipukkadt, azóta azt lehet mondani, hogy az ingatlanárak elkezdtek normalizálódni. Nézzünk rá a benzinárra, én tudom a világpiaci okát, de hát én már nem tudom, mikor volt 1350 forintos benzinnel sikerült tankolni, azért az bravúros. Az albérleteknél ugye óriási engedményeket tesznek maguk a főbérlők, hogy megtartsák az albérlőjüket. Tehát az építőiparnál pedig hamarosan közvetlen tapasztalásunk is lesz, hiszen már a járvány végén kiírtunk mi is egy pár közbeszerzést, és kíváncsian várjuk, hogy hogyan korrigálta magát az építőipar a teljesen abnormális állapotából már, amiben 2019 végére kerültünk. Úgyhogy volt hatása bőven ennek a dolognak, ami itt marad velünk. A társadalom szempontjából
a hatások. Nagyon meglepő dolgok jöttek ki az emberekből. Emlékezzünk a maszk kérdésre. Ugye először azért néztünk az emberekre furán, mert maszk volt rajta, és mindenki mutatott, hogy maszk volt rajta. Utána engem majdnem meglincseltek az internetes páron, mert nem volt rajta a maszk. Tehát nagyon hamar átfordult a dolog, hogy a maszkviselés a cikiből az elvárt minimummá vált. És mind a mai napig szerintem az emberek többsége vakarózik, hogy most vegyek-e föl maszkot, vagy ne vegyek föl maszkot, és mindenki fürkészi a másik tekintetét, hogy vajon ő mit gondol. Az is nagyon érdekes volt, hogy amikor az önkormányzatok megkapták a helyben való szabályozás jogát, és félben nyúltunk bele az első, talán húsvéti hétvége volt a rendszerbe, hogy legnagyobb megdöbbenésünkre, legalábbis az ennyire mindenképpen, az emberek sokkal-sokkal szigorúbb intézkedésre szerettek volna, mint amit az állam előírt. Tehát mi ugye attól féltünk, ha valamit szigorítunk, akkor az emberek a saját szabadságjuk megnyilvánulásán tobzódva majd kikérik maguknak a dolgot, és ehhez képest az ellenkezője történt, fennhangon követelték a szigorúbb intézkedéseket, és fennhangon követelték a saját biztonságok érdekében azt, hogy igenis az önkormányzat korlátozzon, zárasson be, és a többi, és a többi. Nem volt még ilyenre példa az én pályafutásom alatt, vagy hasonlóra, nagyon meghökkentő volt. Szintén társadalmi hatásnak mondanám, és talán ez a leginkább, ami itt marad nálunk, a gyanakvás. Mindenki gyanús volt, mindenki úgy nézett a másik, ha eltüsszentette magát, hogy vajon akkor ő betege vagy nem beteg. Tehát ez az állandó gyanakvás a másikra, ez is egy olyan dolog, ami itt marad velünk. Minden majd, hogy nem tudom, hogy szabad-e már kezet fogni valakivel, vagy nem, és már megkérdezem, hogy ökölpatyizunk a könyököket ütjük össze, vagy végre kezet fog normálisan, és abba adjuk ezt a marháskodást. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, nem tudom, meddig lesz itt velünk, hogyha lesz második hullám, akkor... akkor ki fog derülni. De munkáltatóként az volt még egy nagyon-nagyon hasznos dolog, ha már muszáj jót keresni ebbe a kritikus pandémiás helyzetbe, hogy jobban megismertem a kollégáimat egy olyan oldalukra, amikről eddig nem volt alkalma megismerni. Kire lehet számítani, kire nem, kire milyen feladatoknál lehet támaszkodni, kire nem, ki milyen indokkal marad otthon inkább, és ki mit tesz meg azért, hogy itt lehessen, hiába van járvány, csak azért, mert a munkahelye fontos, és meg szeretné őrizni. Tehát egy napon belül volt olyan kérés, hogy hadd maradjon otthon, mert az ügyeletes iskolában nem viszi be a gyerekét, mert nem abba a közegbe kerül, ahova való. Két órával később jött egy olyan kérés, hogy az ő településén nincs ügyeletes iskola, intézze meg, hogy a Fehérvárra behozhassa, mert be szeretné jönni a munkahelyébe. És nem telt el a két kérés között kettő óra. Két kollégánál, hogy kimenekült először home office-ba, mihez meg lehetett ezt tenni, és ki az, aki inkább, ugye mi azt kértük polgármester úrra, hogy mindenhol a vezető, és legalább két ügyintéző legyen itt, és vetésforgóba osszuk be, mikor nem tudtuk még, hogy mindenki megfertőződik, és itt a világ vége, vagy ez egy enyhébb lefolyású dolog. Szerettük volna a rotálás miatt a vetésforgó kapcsán biztosítani a folyamatosságot. Na, és nagyon érdekes volt, hogy kik voltak azok, akik... itt szerettek volna lenni, és kik azok, akik az első adandó alkalommal a home office-ba menekültek, és az utolsó napig ott is voltak. Úgyhogy ez nekem is nagy tanulság volt, mert biztos, hogy a jövőben alkalmazni fogok. Ha lesz második hullám, akkor bölcsebbek leszünk, egy csomó mindenben azt gondolom, de újra visszakanyarodva a kérdésedre, nem lesz már semmi ugyanolyan, rengeteg minden itt fog velünk maradni a járvány kapcsán, nem biztos, hogy baj, de hát ezt majd értékelik másik. Köszönöm egy jó szavait, és Szincsák Attila ügyvezető igazgató urat kérném. Köszönöm szépen is a lehetőséget, és hogy így ilyen társaságban itt lehetek, hogy egy kicsit átnézzük az elmúlt 100 nap történéseit. Itt az András itt említette ezt az önkormányzati karantént, és egy kicsit elgondolkoztam így a háttérbe, hogy rájöttem, hogy én már 19 éve céges karanténben vagyok, de ezt majd inkább egy pszichológussal megbeszélem. Szóval nálunk is voltak ilyen lehetőségek, de nálunk ez ilyen mindennapi dolog. Szóval talán olyan információt szeretnék így megosztani akár a nézőkkel, hallgatókkal, vagy veletek is, hogy így utólag bevallom a kérdésre az, hogy a Denso, mint világméretű cég fel volt-e rá készülve, nem nagyon. Arra, hogy láttuk ezt a járványt, hogy jönni fog, itt viszont be kell vallanom, hogy igen, láttuk. És körülbelül február magasságá volt az, amikor elkezdtünk erre felkészülni. Egy valami, ami minket egy kicsit vagy keresztül húzta számításainkat, az maga a vírus gyorsasága, hogy ideért. Nekünk nagyon sok érdekeltségünk van Ázsiában, azon belül Kínában is, tehát mi már november-decemberben hallottuk a kollégáktól, hogy gondok vannak. Januárban vált ez nyilvánossá a médiában is. Utána mi kaptuk tőlük folyamatosan, illetve az információkat, és egyfajtában egyeztettünk velük, hogy mi újság van. Tehát ebből a szempontból nem ért minket váratlanul.
de a gyorsasága mindenképpen, úgyhogy azt mondanám, hogy mi egy körülbelül egy ilyen 2-3 héttel maradtunk le. Elkezdtük az előkészületeket, a raktárkészleteknek a felhúzását, a gondolkodást, de én magam sem számítottam arra, hogy ilyen gyorsan ide fog érni. Úgyhogy egy kicsit ezen meg el kell gondolkoznunk egy második hullám esetén, hogy az idő az mindig is egy szűk keresztmetszet lesz. Amikor megérkezett mi 4000 főt alkalmazunk, tehát, és ráadásul egy kis koncentrált helyen, tehát elég nagy kihívással álltunk szembe, hogy hogyan kezeljük le ezt a dolgot. Ahogy említette Rihárd is, hogy a karrierem során én éltem Japánban, illetve nagyon sokat utaztam a világba, főként Ázsiában is nagyon sok időt töltöttem, és én azt javasoltam az itteni vezetőségnek, hogy meg kell állnunk azért, hogy a cég maradéktalanul fel tudjon készülni arra, hogy az egészségügyi kockázatokat minimalizáljuk, megteremtsük azt a biztonságos munkavégzést, illetve hogy adjunk időt az alkalmazottainknak, hogy ezt az egész helyzetet megérjék, megértsék, és felnőjenek hozzá. Voltunk egy páran, akik így megfordultunk Ázsiába többször, vagy Japánban töltöttünk időt, illetve japán kollégák is itt voltak végig a céges karanténban. Tehát számunkra ez a maszkviselés soha nem volt egy új keletű. Amikor kinnéltem, akkor én is rájuk csodálkoztam, de ő náluk a távolságtartás, a higiénia, az, hogy nem fogdassák egymás kezét, tiszteletbe tartják az intim szférákat, ez náluk a hétköznapi élet része. Viszont nálunk ez nem így van. A mi kultúránk ez egy kicsit másabb volt, tehát idő kellett arra, hogy az emberek ezen a kulturális sávon átvigyük, és érdekes volt látni, hogy míg március közepén, ugyebár, ahogy említettem, az idő egy kicsit megtréfált minket, úgyhogy azért kitartottunk mi is a végletekig, de március közepére emlékszem, amikor szintre keresztre akartak minket feszíteni, hogy miért nem zártunk még be. Majd meghirdettük a 2 hetes nyári leállást, sajnos, azt most is nagyon sajnálom, hogy a nyári leállást kellett előre hoznunk. Majd utána kitöltük még 4 nappal, aztán még 1 héttel, tehát ilyen 3-4 hét körül leálltunk. Viszont érdekes volt azt látni, hogy a keresztre feszítünk, mert nem állunk lából, hogy eljutottunk, keresztre feszítünk, hanem indított újra a gyárat. Tehát körülbelül én azt mondom, hogy 3-4 hét az elégség volt ahhoz, hogy az emberek megtanultak együtt élni a helyzettel. Szerintem csillapodtak az információ cunamik is a történet körül. Hozzájárult szerintem az, hogy a magyar, vagy talán ez a keleti blokknak mondanám, vagy a közép-európai blokknak, hogy valamiért itt jóval fegyelmezettebben reagáltunk, nem csak mi a szlovákok is, csehek is, lengyelek is, hogy nem terjedt olyan mértékben szerintem, és ennek köszönhetően relatíve zökkenőmentesen, de újra tudtunk indítani a gazdaságot nálunk. Az más kérdés, hogy a kereslet itt a megbeszélés előtt kérdezgettek, mi már készen állnánk, csak a kereslet nem, tehát a piac nem nagyon akarja a portékákat, tehát nem nálunk van a labda, mindig azt kérdezik, hogy miben tudnak nekünk segíteni, milyen állami támogatásra van szükségünk. Én már hetek óta azt mondom, hogy szerintem semmiben, a piacot kellene normalizálni. Viszont erről meg az a véleményem, hogy nagyon nehéz dolga van most az állami, vagy az államot irányítóknak, vagy az Európa Uniót, vagy a világgazdaságot befolyásoló tényezőknek, abból a szempontból, hogy ez egy láthatatlan ellenség. Ennek igazából nem tudjuk megmondani, hogy mikor kezdődött. Persze volt vészhelyzet kihirdetés, meg vészhelyzet, az egy dolog. De maga az, hogy mikor kezdtünk el ettől félni, és meddig fogunk félni, mikor kezdtük ezt vizualizálni, és mikor kezdjük ezt majd elfelejteni, ez szerintem nincs ember, aki ezt meg tudja mondani. És egy ilyen helyzetben, egy ilyen állapot a bizalmatlanságot, a kiszámíthatatlanságot üti fel, ezáltal az emberek elkezdik újraértékelni az életüket, a beruházásaikat. Ugyebár egyből mindenki bezárt, mindenki hazavonult, tehát ilyenkor eleve szerintem elkezdjük egy gyűjtögetést. Ez a, gondolom, a kereskedelmi láncok nagyon örültek ennek a gyűjtögetési életmódnak, amit elővettünk több ezer év után. Tehát mindenki úgy vette a cukrot, a lisztet, a tésztát, a konzervet, mintha a világ végére készülnénk. Ez is egy jogos döntés volt, hiszen láttunk a médiában olyan helyeket, ahol ez talán szükséges volt. Viszont ebből a való kilábolás szerintem nagyon-nagyon hosszú idő lesz, hiszen az emberek egy ilyen sok után, vagy egy ilyen esemény után nem egyből a hosszú, vagy a
tartósabb fogyasztási cikkek felé nyúlnak, hanem inkább először a napi szükségleteket, utána jönnek az egyéni egészségügyi szükségletek, majd a jó érzések, gondolom most itt nyáron azért a hotelek csak-csak meg fognak telni, a Balaton Velencei tó üdülők talán elindulgatnak, bár nem tudom, ezt nem vagyok szakember, hogy ez mennyire fog átalakulni, és ezért az autóipar, onnan én jövök, mi úgy várjuk, hogy ez legalább fél év, egy év az, amire a populáció, az emberek eljutnak oda, hogy na akkor most már megnyugodtam, megmaradt az állásom, vagy találtam új állást, stabil vagyok, és akkor elkezdek hosszú távon gondolkodni. Valószínűleg ez az oka annak, amit itt a jegyző is említett, hogy az építkezések árai, a beruházási költségek elkezdtek csökkenni, valószínűleg az autóárak is, bízok benne, hogy azért valamilyen szinten mérséklődnek, tehát ezért nagyon-nagyon nehéz. Tehát mi készen állnánk rá, minden 4000-en hadrendben vagyunk, csak maga az igény nincs meg, úgyhogy igazából erre várunk. Az viszont, hogyha a W, ahogy itt a Márton is említette, a W effektus bejön, azt meg akkor egy új platformon kell értelmeznünk majd. Én bízok benne, hogy nem, de igen, egyre többen azt mondják, hogy lesz egy ilyen jelenség. A vírus szempontjából felkészültebbek leszünk szerintem mindnyájan, mind a társadalom, mind a cégek, mind a történet, viszont a piac az nagy mértékben átrendeződik. Viszont azt is érdemes szerintem aláhúzni, hogy azért ez a vírus, vannak olyan piaci szegmensek, vagy piaci szereplők, ahol ez a vírus nemhogy csökkentette az értékesítés, vagy a kibocsátás, hanem inkább nőtte, és nem csak az egészségügyről beszélek, tehát szerintem kicsit vegyes a kép. Ezért is nagyon nehéz szerintem így közgazdaságtanilag jól bepozícionálni ezt a válságot, hogy milyen válságról beszélünk, milyen szegmenset érint és hogyan. Tehát szerintem erre a megoldás is nagyon nehéz. Ezek a személyes benyomása, ami az elmúlt 100 napban. Köszönöm, ügyvezető igazgató úr, és elnök urat kérném fel hozzászólásra. Köszönöm szépen én is a lehetőséget, hogy itt lehetek. Nem tartottunk szünetet, karantén szóba se jöhetett. Magyarországon fogható tévés csatornákat figyeltem, és még Olaszországban a legvadabb napokban is lehetett látni, még március elején, hogy az élelmiszerüzletek, ezek a kiszolgálóhelyek, ezek működnek és nyitva vannak. Tehát, mint ahogy az elmúlt 7 év után minden szombaton nálunk ezt a termelői piacot, ezt a háztáji piacot megtartottuk, ami ugye az élelmiszerkereskedelemnek egy kis szegmense. Ezen semmiképpen nem akartunk változtatni, bár voltak Magyarországon egy-két piaca, ahol úgy döntöttek, hogy szüneteltetik a működést, de nem tartottunk ezek közé. Inkább arra törekedtünk, hogy nagyon figyelve a szigorító intézkedéseket, a racionális észszerű intézkedéseket, ezeket mi is megtegyük, és ezáltal elnyerjük a vásárlók bizalmát, egy biztonságérzetet tudjunk sugallni a piaci működés körülményei keresztül. Tehát az elmúlt 100 napban mondjuk, bár csökkenő vásárlószámmal, de tartottunk 15 piacot, és ez azt jelenti, hogy kb. 15 000 vásárlás történt a piacon, tehát hogy nyilvánvalóan többen többször, de azért elég sok kontaktus keletkezett a vásárlók és az árusok között. Hát ami az árusokat illeti, egy termelői piacon, amelyik alapvetően mezőgazdaságra épül, a mezőgazdaság sajátosságaiból eredően, tehát itt nem merült fel, hogy az árusok értékesítési szándékában, vagyis a kínálatban valamiféle radikális csökkenés következne be, hiszen a vírus előtt elvetett, vagy elvetéményezett zöldségek előbújtak a földből, gyümölcsök hasonlóképpen, de az állattenyésztésben, a húsgazdálkodásban is hasonló a helyzet. Tehát a kínálat az mindig jelentkezett, és a keresetet kellett hozzá passzintani. Természetesen itt jöttek a mi kihívásaink, hogy hogyan tudunk alkalmazkodni ahhoz, hogy gyakorlatilag egy hagyományos termelőpiacot, amelyik a piacszerű működésre, egy élményszerű találkozóra a vásárlók és az eladók között épül, hogy ezt hogy tudjuk hogy tudunk alkalmazkodni a vírus kihívásainak megfelelően. Hát egyrészt úgy, hogy bár kicsit furcsa hangzik, hogy pont a piacon kívüli eszközöket kezdtük el erősíteni. Korábban is volt ilyen, de mindenki megpróbált a másikon segíteni, mindenki megpróbált kapcsolatba lépni a vásárlókkal.
kidolgoztuk a kiszállítás rendszerét, kidolgoztuk azt, hogy a neten elérhetővé vált minden gazdának a címe, az elérhetősége, tehát a tanyákon, a gazdaságokban történő vásárlást erősítettük. Tehát az első időszakban, amikor mindenki nagyon meghökkent és kereste igazán az utakat, mi is azt támogattuk, hogy akkor ne jöjjenek el a piacra, hanem akkor más fórumokon találkozzanak így a kedvenc termékeikkel. Sok online megrendelés történt, és például fontosan tartottuk, hogy ami azért jelenleg még nem annyira elterjedt, hogy az érintésmentes fizetésnek a feltételeit, tehát a kártyával történő fizetés feltételeit teremtsük meg, és ebben sikerült egy nagyot lépni. Tehát azt mondom, hogy ezekben a szempontokban, hogy piacon kívüli kereskedelem, amellett, hogy a piaci kereskedelem is működött, akkor a fizetés korszerűsítési, fizetési módszerek korszerűsítése, ebben igen sikerült előre lépni. Plusz még abban, hogy minket hátrányosan érintett a 3 órás korlátozás a 65 év alattiakra nézve, tehát hogy a 65 felettiek egy hónapon keresztül 9 és 12 óra között vásároltak a piacon. Ugye ez egy ilyen sajátos termelői piacot tekintve, amelyik egy héten egyszer működik, gyakorlatilag a nyitvatartási idő 50%-át viszi el úgy, hogy a vásárlóinknak csak mintegy 15%-a tartozik a 65 év feletti korosztályba. Tehát ez nagy kiesést jelentett az árusoknak és az értékesítésben. Szerencsére polgármester úr rendelete most már az utóbbi 2 hónapban a 3 óra helyett egy 2 órás vásárlási idősávot írt elő ennek a korosztálynak a számára. Nem mondom, hogy 100%-ban ez a 2 óra, hogy ez egy jól eltalált idősáv, de mégis sokkal jobb, mint amilyen korábban volt, és egy sokkal jobb helyzetet teremtett számunkra. Viszont gondolkodunk kellett azon, hogy hát nem tud mindenki szombaton eljönni vásárolni, vagy nem akar, tehát akkor megteremtettünk egy szerda délutáni vásárlási lehetőséget 2,5 hónappal ezelőtt, és húsvétet megelőzően elkezdtük a szerda délutáni piacokat, azok mellett a módszerek mellett, amelyeket említettem. Azt láttuk, hogy a vásárlók sokkal nagyobb bizalommal vannak a szabadtéri árusítás iránt, éppen ezért a legnagyobb forgalmat bonyolító árusainkat kitelepítettük a csarnokból a szabadtére. Tehát ez is egy fontos lépés volt, kijelöltük a 2 méteres várakozási pontokat. Természetesen példát mutattunk a maszk használatból, a kesztyű használatból, ami a későbbiekben elkezdett elterjedni. Vagyis rátértünk arra, hogy az élménynyújtó piaci szolgáltatás helyett, amiben beletartozott akár a népzene is, tehát hogy minél többet beszélgessenek ott az emberek egymással, a gyors és funkcionális és tudatosan felkészült vásárlók kiszolgálására teremtsük meg a feltételeket. Hát végül is ezekkel a szempontokkal sikerült, úgy érzem, hogy alkalmazkodunk a változó körülményekhez. Ami nem ment viszont, hogy a környezetvédelmi terveinket, a környezetkímélési terveinket, a csomagolásmentes vásárlást, az egyszer használatos műanyag zacskók száműzését a piacról, a reuse használatát, akár a pecsenyesütőnél, a rebögrénnél, vagy a vászonszatyrok elterjesztésében. Február elején volt egy rendezvényünk, de ezt követően egy megtorpanás mutatkozott be, és ez nagyon sajnálatos. Nyilván mindenki úgy tekintette az egyének is, és hát magasabb szinteken is, hogy most nem ez a legfontosabb kérdés, de itt ezt a lemaradást, ezt a visszaesést, ezt valahogy pótolnunk kell a következő időszakban, és felpörgetnünk azokat a rendezvényeket, akciókat, ahol ismételten a csomagolásmentes vásárlást, a hulladékmentes vásárlást, ezeket a környezetvédő szempontokat helyezzük előtérbe. Köszönöm, elnök úr, és rektori megbízott úrnak adnám át a szót, hogy az első kör végén egy ilyen zárásként a tapasztalatokat ossza meg velünk.
Igen, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a nézőket is, és hát ugye most egy online világban vagyunk éppen, tehát a kérdés az volt, hogy mi megy és mi marad, ez nagyon érdekes, és ha lehet tökre egy személyes dolgon kezdeném, ugye az ember kutatóként egy kicsit máshogy nézi a világot, ezért kicsit máshogy is nézek rá is természetesen kívülről, de ugye én rögtön úgy szemléltem, hogy az ember elkezdett jegyzeteket írni, hogy mi történik. Alapvetően, ha visszaemlékszik valaki, az egyetemek voltak az elsők, akiket bezártak. Tehát mi voltunk azok, az egy szerdai nap volt, utána jött főigazgató az péntekje. Tehát ugye nálunk szerdán statáriálisan azonnal bezárták az egyetemeket, úgyhogy a kollégiumokat is ki kell tűrítenünk azonnal. Ugye ennek az volt az oka, hogy ugye a első fertőzött az egy egyetemi közegből kiszerült külföldi diák volt, és ugye a Corvinus Egyetem esetében is az elmondható, bár Fehérváron nincsen most ilyen pillanatban külföldi diákunk, de ugye nekünk a 10 000 hallgatónkból 1000 az külföldi hallgató, tehát abszolút indokolt volt, hogy ez így elkezdődjön, hogyha visszaemlékszünk rá, bár 3 hónap múlva nem mindenki emlékszik, hogy miért történt az a lépés pont akkor. És mondjuk szerintem az első ilyen legfontosabb dolog, amit ebből le kell vonnunk, hogy menjünk vissza rögtön az elejére, és nézzük majd meg mindenki a saját szegmensébe, hogy az egyes események hogy követték egymást, és az egyes akár központi intézkedések, akár saját intézkedések milyen hatással voltak a következő időszakra, mert ebből tudunk aztán építkezni, hogyha itt elmondták a többiek, hogy számítanak egy második hullámra is, akkor már sokkal felkészültebben tudunk hozzálépni, hiszen meglesznek azok az eszközeink, módszereink, amelyekkel ezt kell tenni. Én rögtön úgy ítéltem, meg is az egyetetek edző úrral is, hogy gyakorlatilag ez ilyen drasztikus változást hozott az emberek életében, de itt is fog maradni. Én a 9-11 példáját szoktam mondani a repüléssel kapcsolatban, hogy addig ugye élmény volt repülni mindenki számára. Én azóta nem szeretek repülni, személy szerint megmondom őszintén, mert 2 órával, 3 órával korábban ki kell menni egy másfél órás repülőútra, levetetik még az alsónadrágomat is, hogyha éppen valamilyen probléma van. Tehát már nem egy macerás dolog a repülés. Ugye kifele még viszonylag jól tudtunk jönni, na most ez fog megváltozni ezzel globálisan, mert kifele minimum egy hőmérőzést mindenki fog kapni, hogy beléphet az ország területére, meg különböző kapukon kell majd átmenni. Én azt gondolom, hogy ez amíg a járványnak nem lesz meg a stabil ellenszere, és ez nem azt jelenti, és sajnos itt el kell keseríteni minden nézőt, hogyha meg lesz a vakcin, ez nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve megszűnt a veszély. Az azt jelenti, hogy van egy módszer, ami valószínűleg jó arra, hogy ezt kordába tudjuk tartani, de természetesen először a veszélyeztetett régiókat kell beoltani, a veszélyeztetett korosztályokat kell beoltani, a hordozók attól még ott fognak maradni. Tehát ugye amellett, hogy ugye nagyon fegyelmezett volt itt Kelet-Közép-Európában, amellett azért ugye, de ez nem az én szakterületem, és nem is mennék bele, de mondjuk az, hogy az átoltottság megvolt más betegségekkel kapcsolatban, az biztos, hogy közrejátszott abban, hogy itt mondjuk a járványnak a lefolyása is enyhén volt. Tehát arra kell számítani, a vakcina megjelenése után, amíg a kritikus átoltottsági szint nem jelenik meg, addig ez itt fog lenni, és ez alaphangon is 2-3 év. Tehát sajnos ezt kell, hogy mondjuk, kutatóként nem lehet más mondani, még akkor sem, hogyha én nem mondjuk ennek a szakterületnek a jó ismerője. Tehát arra kell berendezkedni, hogy azok a vészforgatókönyvek, amik kellenek, azokat hát sajnos melegen kell tartani, és bármikor elő kell tudni venni. A számokról csak egy pár szót az egyetemünk esetében, ha mondhatok ilyet, ugye a Corvinus Egyetemet mi egy egységként kezeljük, tehát a Fehérvári Campus ugyanolyan, mint hogyha Budapesten tanulna valaki, és ugyanazok a szabályozók is ismeretesek ránk. Ugye nálunk úgy kezdődött rögtön, hogy 2 napos tanítási szünet rendelődött el, és nekünk is előre hoztuk a tavaszi szünetet, tehát 1 hét utána. Ez azért volt nagyon jó, megmondom őszintén, mert ugye volt időnk 1 hét legalább, de felkészülni arra, hogy milyen módszereket lehet, és a Corvinus Egyetem esetében azt jelenti, hogy nálunk 1600 tárgyat oktatunk egy fél évben, 3000 kurzussal. Tehát a nagyságrendet lehet azért érzékelni, hogy milyen intézkedéseket kell hozni. És van egy tanárképző és digitális tanulási központunk, ami hál' Istennek megvan a Corvinus Egyetemen, és azonnal módszertani segítséget adtak, és azok a döntések megszülettek, és itt egyetértek az előttem szólókkal, rögtön a platformok meg lettek mondva, hogy mi lehet ezt tenni. Nálunk a Teams rendszert használtuk, adott volt, mert
az ELTE-nek a műsárommal előfizetése, amúgy meg a Moodle rendszert használtuk, mint tanulás támogató. És ez a kettő rögtön kötelezővé is tette az egyetem, nem lehetett ezen kívül más fórumokat használni. A hallgatóknak például rögtön kötelezővé tettük, hogy mindenféle egyéb e-mail címüket, ami létezik, azt felejtsék el, kizárólag az ELTE-m által kiadott hivatalos e-mail címen lehet kommunikálni. Tehát ezek a pragmatikus döntések megszülettek, és ez rögtön azért egy irányt adott annak, hogy ez működjön. Azért merek erről beszélni, mert nekem viszonylag számos gyermekem van, és mondjuk ha négyet veszek, aki három középfokú intézményben tanul, a másik kettőn kívül, aki még óvodás, meg már nem érintett ebbe, hát nekem az első két hét az elég kemény felkészülés volt, hogy a különböző, bár nem tartom magamat nagyon analfabétának informatikából, de kihívásokkal küzdöttem én is, meg kell, hogy mondjam, a különböző platformok megismerése, és etc. Talán ebből is majd kurzust lehet most már lassan tartani továbbképzés jelleggel, de az ember a saját bőrén tapasztalta meg természetesen, hogy ezt hogy kell tenni, és mi edző azt mondta, hogy a home office kapcsán úgy érzékelt, hogy kevesebb munka menült föl. Hát nálunk az egyetemen pont fordítva történt, tehát nálunk 16 órákat dolgoztunk az elején, ahhoz, hogy azokat a módszereket adaptálni tudjuk, amelyeket központilag kiadnak, de aztán rá kellett húzni nekünk, át kellett írni az összes tantárgyi menetrendünket, át kellett írni a számonkérések módját, mert ugye online-ra át kellett ezt tenni, még abban se volt biztos, hogy az online-ba tudunk beszélgetni, tehát a mindent, aztán később mindjárt mondom, panaszkodás is volt, hogy túl sok lett a házi dolgozat hirtelen, amire nem készültek a fél év elején a hallgatók, tehát abszolút nagyon gyorsan kellett ebbe lépni, és annyira durván nagy lett a terhelés, hogy az egyetemnek 3 hét után, és azt kell, hogy mondjam, olyan 2 és 3 hét között elemeztük állandóan, hogy mi történik. Tehát egy-egy intézkedésnek hagytunk egy bizonyos kifutási időt, és megnéztük, hogy abból mit a saját statisztikánkban dolgoztunk, és fölírtam magamnak, hogy az azért nagyon fontos, és hát polgármester úrnak is láttam több, hát ugye naponta kommunikált ő is a város lakóival, az információ, hogy a döntéshozóknak az információ az hiteles módon rendelkezésére álljon, mert különben nem lehet mit tenni. Mi ezt az ELTE-n belül meg tudjuk tenni, mert jól szabályozott közeg, de azért ez nagyobb, globálisabb szinten is nagyon fontos, hogy ez meglegyen. És ezekből az információkból rögtön lépéseket is tudtunk tenni, és például 3 hét után egy olyan körlevél született az ELTE-n, hogy kilos Teams meetinget munkaidőn kívül szervezni, mert elburjánzott, tehát nekem volt olyan napom, amikor 9 órát ültem Teams-in 6-szor más felett, tehát az azért már nem egészséges semmiféle szempontból. Másrészt pedig ugye, hogy mindenki adminisztrálja magát, ezért elkezdte azt tenni, hogy az e-mailekre rárakta az összes főnökét, ugye, hogy lássa, hogy dolgozik azért otthon. Na most ez a közvetlen főnöknél is problémát okozott, de mondjuk gondoljuk el egy rektornál, vagy egy elnöknél ez milyen e-mail tudás jelentett, ezres nagyságrendet mondok napi szinten, úgyhogy egy olyan szabályozót is be kellett hozni, hogy csak azokat szabad becsatolni, még akár másolatba is az e-mailbe, akik közvetlenül érintettek benne, vagy valóban a megoldás részei tudnak lenni. Ez egy nagyon gyors ilyen tapasztalat volt például a home office-szal kapcsolatban. Ugye nálunk az egyetemen ez azért nem szokatlan. Tehát nekem van olyan kollégám, jó magam is korábban oktattam úgy, ma már lehet online diplomát szerezni a világ számos pontján, Magyarországon is, tehát ez bevett gyakorlat azért a felsőoktatásban, online módon oktatunk, és ezért ugye van tapasztalatunk is az, hogy hogyan lehet kiszűrni a puskázást, vagy hogyan lehet azt megtenni, tehát hogy a teljes szülői gárda ne üljön benne a képernyő mögött, és keresse a különböző eszközökön a megoldást, a könyvek lapozását halljuk, tehát ezek gyakorlati példák, és abszolút működőképesek. Ugye nagyon egyszerű ennek a módszer, ezt azért elmondom, hogyha szeretné valaki tudni, és mi is visszakaptuk természetesen, az időkorlát az egy nagyon jó módszer, tehát kellő számú kérdést kell föltenni, kellő rövid idő alatt, és akkor nincs ideje a delikvensnek ezt nagyon megnézni, hogy honnan lehet, ha vagy tudja, vagy nem, ugye? A másik pedig olyan kifejtős kérdéseket kell föltenni, ami egy integrált tudást feltételez mögötte, és utána nem tud ebbe sem, a 15. oldal az nem jó, hogyha bemásolja. Unblock. És ugye, ami megmarad ebből, és én is sokat fejlődtem saját magam is, tehát hogy mondjam, legalább annyit fejlődtem, mint a hallgatók ebben a fél évben, nem is én így gondolom, aztán majd a vezetőim elgondolják, hogy tényleg így van-e, de
Például az, hogy én ZH-t a következő csak elektronikusan fogok iratni, ez teljesen biztos. Ennek az az oka, hogy azok az eszközök, amelyeket csak arra használtunk eddig, hogy mondjuk a jegyet rögzítsük benne, vagy PDF formába föltöltsük a tananyagot, azok azért tudnak annál sokkal többet is, mint tudjuk a zsebünkben lévő okostelefon is sokkal többet tud, mint amit mi használunk belőle. Ez kitágult ez a világ abszolút, hallgatói és oktatói oldalon is. És például nekem most már azzal nem kell foglalkoznom a következő fél évtől, mondjuk egy ZH-nál ne lessék rá egymásról a hallgatók, mert a program megoldja, összekeveri a kérdéseket, úgyhogy az egyiknél az A megoldás, a másiknál a B ugyanarra a válaszra, ugyanarra a kérdésre. Úgyhogy ez egy pozitív tapasztalat. Nokdacu ezt a gépem nálam kijavítja, amit eddig én kézzel javítottam, úgyhogy időt is spórol nekem, de ez egy ilyen pozitív tapasztalat abszolút. Amit én még itt fölírtam magunknak, és ugye az egyetemek életében az, hogy mi fog maradni, szerintem úgy, ahogy minket zártak be legkorábban, mi is fogunk a legkésőbb nyitni, most idézőjelben mondva, a nemzetköziség miatt. Ugye a Cornelius Egyetemen 30-valahány országból vannak hallgatók, de az összes egyetemre el lehet mondani, hogy a világ minden országából vannak itt hallgatók, aki mondjuk most Dél-Amerikából jön, ugye annak a státusza teljesen más, mint aki itt van Kelet-Közép-Európában, úgyhogy nekünk erre ilyen speciális megoldásokat kell majd kidolgozni, ez hogy lehet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mi a szeptemberben az oktatást, ha lehet, és mindjárt fogok rá visszajelzéseket mondani, megpróbáljuk megkezdeni nem csak online módon, de hogy az online módos oktatás nekünk egy évig biztos, hogy fönn kell tartani, lehetőséget kell arra biztosítani, hogy az egyes hallgatók így is be tudjanak kapcsolódni ebbe a folyamatba, abban én 1000%-ig biztos vagyok, hogy nekünk ezt meg kell tudni oldani. Még akkor is, ha én benn leszek az előadó terembe, akkor egy online megosztás ezt meg kell tenni. És három megoldást alkalmaztunk erre most a karantén ideje alatt. Az egyik az egy szinkron oktatás, azaz a meglévő anyagokat kivetítettük a képernyőre, és a oktató alá mondta, én ugyanezt tettem, tehát én megtartottam az óráimat. Ami nagyon fontos volt, és ugye itt a társadalmi hatásokra is van kérdés, én mindig úgy kezdtem az órát, hogy hogy vannak. És ez hétről hétre változott. Nekem minden héten volt órám, más csoportokkal, hétről hétre változott. Először még a jó bulinak tűnt a történet, és a 3-4 hét után éreztem azt, hogy mentálisan is problémák jelentkeznek. A motiváció megszűnik a hallgatóknál, de olyan dolgok például fönnmaradtak egy felmérés alapján, hogy mondjuk az nagyon jó, hogy nyege 8-kor pizsomába kávéval tudom nézni az órát, és nem kell bemennem. Ez egy nagyon pozitív dolog. Tehát a reggeli óráknál eddig is kerestük a motivációt. Lehet, hogy ott az online-nak a tere sokkal nagyobb lesz, mint egy délben lévő óránál. Ez érezhető gyakorlatilag, és annyit megerősítenék a középiskolai oktatáshoz kapcsolódva, hogy mi azt látjuk, én olyan 50-80%-ra mondom az online óráknak a tartását az előadások esetében. A nyitó, záró és közte még egy előadáson biztos, hogy kell találkozni a hallgatóval, mert ez elengedhetetlen. Azért emberek vagyunk, szeretünk szociális közösségeket is alkotni. A másik viszont, hogy a gyakorlatok nem lefolytathatók. Tehát ott muszáj megtartani. Ezeket mi most úgy oldottuk meg, hogy videókat töltöttünk föl, vagy korábbi gyakorlatok anyagait, amik megvoltak mozgókép formában, azokat tettük meg. Ezeket fönn kell tartani, de hosszú távon ez nem fönntartható, nem ugyanazt a tudást adja oda, tehát ezzel nekünk nagyon kell figyelni és csinyán bánni, hogy ezt hogy fogjuk megtenni. És ugye én azt gondolom, ebben az online térben, amikor áttértünk, akkor a felelősség is nagyon nagy volt. Nagyon nagy volt a felelősség a vezetőknek, hogy mit tesznek, és nagyon nagy volt nekünk egyéniek és oktatóknak is a felelősségünk, hogy viszonyulunk ehhez a kérdéshez. Nagyon gyorsan át kellett azt értékelni, hogy az értékelés módja az ugyanaz-e, vagy más típusú, mint eddig volt. Más típusú az értékelés módja, nem ugyanaz. Ami viszont pozitívum maradt, hogy az anyagok megvannak, ezeket tudjuk használni a jövőben is, hiszen elkészültek. Másrésztől nagyon egységes lett emiatt az egész oktatási, a felsőoktatási rendszerünk, és így ennek egy nagyon nagy eredménye van, és azokat a fejlesztéseket, amelyeket csak terveztünk kényszerűségből, mondjuk azt mondtuk, hogy 3 év múlva bevezetünk valamit, szóval kényszerűen megugrottuk 1 hét alatt. Tehát egy nagyon nagy időt nyertünk különben, aki a digitális átállásban volt és gondolkodott, az nagyon nagy időt nyert ezzel a területtel a felsőoktatást tekintve. És én itt különböző számokkal készítem, nem fogom felolvasni őket. Oktatói és hallgatói visszajelzéseink is vannak. Ezek részben olvashatok a székesfehérvár.hu honlapon is, ugye a hallgatói visszajelzések, olyan fele-fele, azt kell, hogy mondjam. És ami érdekes, hogy megint az a stressz.
A stressz megjelent a hallgatóknál elsősorban, hogy hogyan fogja teljesíteni a fél évet. Mondom, ez egy olyan 3-4 hét után derült ki gyakorlatilag, hogy az új helyzethez hogyan fog ő hozzászokni, és hogyan fog ezt befejezni. Fél év vége fele probléma is volt belőle, hogy 2 hét alatt kellett mondjuk 8 beadandót írni, akkor ez egy olyan stresszfaktort jelentett, amivel biztos, hogy kell kezdenünk valamit a jövőben. Ugyanakkor nagyon pozitív volt a visszajelzés olyan szempontból, és ezt országosan is meg tudom erősíteni, hogy a hallgatók, mindenki kellő toleranciával állt a helyzethez, és ez is nagyon fontos volt. Tehát nem vártuk el mi se a hallgatókkal rögtön, hogyha 5 perccel később jelentkezett be, akkor igazolvanóra, tehát ilyen nem volt. De az oktatóval szemben is volt, hogy ott 10 percig nem igazán találta meg, hogy kell bekapcsolni a kamerát, mert ez előfordult természetesen, még velem is. Abszolút türelmesek voltak, és ezt megtették. Tehát a tolerancia az nagyon fontos volt ebben a helyzetben, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy levonjuk a következtetéseket, és ezeket megtegyük. Amit még itt fölírtam magamnak, és a különböző önkormányzati megoldások, céges megoldásokból kiderül, hogy egyéni válaszok születtek azért. Ugye voltak központi utasítások, amihez mindenkinek igazodni kellett, ezeket betartottuk. Én azt gondolom, döntően jó utasítások születtek, az eredmények is azt mutatják. Ugyanakkor a egyes cégekre vagy egyes szegmensekre vonatkozom, biztos, hogy egyéni megoldásokat kell tudni találni. Nem mindegy, hogy egy globális környezetben történő vállalat, hogy idomul ez a helyzet, ez egy nagyváros önkormányzata, egy kisváros önkormányzata, hogy idomul ehhez, egy piac, hogy idomul ehhez, és egy mondatot hagytek hozzá, ugye említette itt a bemutatásra, hogy agrobizniszsel foglalkozom, én agrármérnök az ELTI végzettségem, és ugye a kis piacokkal is foglalkoztunk, de ugye vagyok egy ágazatnak is az egyesületek az elnöke. Hát nekünk olyan problémánk volt rögtön, hogy a bárány exportot márciusban hogy oldjuk meg, mert a bárány mehetett, de a sofőr nem. Tehát, és egy idő után elfogytak volna a sofőrök a kamionról. Tehát olyan apró dolgok jöttek elő, és utána rögtön, és azt is kell mondjam, hogy nagyon jó volt az együttműködés, de ezeket hát sokszor miniszteri szinten lehetett csak megoldani, mert a két miniszter, a két ország minisztere tudott egymással olyan szintű kommunikációt folytatni, ez működőképes legyen. És ebben a szegmensben is én is azt mondom, hogy nem ugyanaz lesz, mint eddig volt, az látható. Az élelmiszeriparban is húsipari kollégák mondták, ugye, hogy márciusban vitték a vaspolcot is, bármelyik csak legyen valami. Tehát ha az ember már 9-kor ért be által kiválasztott kiskereskedelmi egységű hús biztos nem kapott, ugye élesztőt hetekig nem kapott, tehát ez fönnmaradt. Most viszont túltermelés van. Tehát a másik oldal meg átfordult a másik oldalra, hogy azzal foglalkoznunk kell, hogy megmarad a fogyasztó, a fizetőképes kereslet ebben a szegmensben. Vannak olyan szegmensek, amelyekben nem pálinka, például horeca szektorra épült, tehát a kiskereskedelmi és a vendéglátóiparra. Nem lehet a mezőgazdaságot sem egységesen kezelni. Nekünk a juhúsa az volt a probléma, hogy nem jut ki Olaszországba, az egy nagy probléma, kamionokról beszélünk. Másik oldalról, mert a kecskék elkezdték termelni a tejet, a kecsketejnek a feldolgozása az a sajt. Ezek kistermelők, akik elsősorban szállodákba és vendéglőkbe szállítottak be, és ott maradt rajtuk az áru. Tehát volt egy hetünk, amikor sajnos 100 liter számra kellett kiönteni a tejet, mert nem tudták feldolgozni. Tehát teljesen más megoldások kellenek ennek a szegmensnek, meg annak. De szumma szummáron biztos, hogy elemző módon kell ezt hozzányúlni, a megfelelő információk birtokában, és ki kell dolgoznunk azokat az eljárásokat, amelyek, és azt kell, hogy mondjam, hogy szegmens specifikusak lesznek, vagy akár még munkahely specifikusak is, amelyek valahol működnek, valahol nem működnek, és még talán az biztos az értelmen is máshogy kell, tehát nekünk is a üzemeltetés az máshogy működik, mint az oktatók, de egy városnál is a parkoló őrvilágos, hogy sose fog home office-ba menni. Aztán lehet, hogy van olyan szegmens, amilyen nagyon jól működik. Nekem van olyan vállalati példám, ahol eldöntötte a vállalat, hogy mostantól tovább 100%-ig home office-ba fog lenni. Olyan szegmensben dolgozik természetesen, de biztos, hogy ennek az aránya is meg fog nőni össztársadalmi szinten, és ennek a hatásait aztán majd vizsgáljuk már meg majd az irodabér, hány négyzetméter irodára van szükség, mert ha valaki home office-ban, akkor nem. Budapesten egyesek azt mondják, 50%-kal fog csökkenni a iroda négyzetmétereknek a száma, amit bérelni fognak a cégek. A másik ilyen, mondjuk az ELTEM-nél is érdekes lehet, hogyha az online órák megjelennek. Egyrészt nálunk Budapesten okoz problémát, Fehérvárra hál' Istennek nem, mert nagyon szép az infrastruktúra is. Van elég termünk a város segítségével többek között, de Pesten ez probléma,
hogy online oktatásra ki lehet váltani, a túlzsúfoltság megszüntethető, de mondjuk a kollégiumokra is kiadhat ez, hiszen nekem is volt olyan évfolyamtársam, amikor én jártam, csak 2 napot járt az egyetemre, addig ki tudja adni a hágyát másnak. Tehát vannak olyan dolgok is, amelyek pozitívunként, vagy inkább mérlegelő dologként fognak ebbe megjelenni, de én lezárnám itt, mert még van nagyon sok kérdés, és akkor nagyon szívesen ahhoz is teszek hozzáfűzést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen rektori megbízott túlszavait. Nagyon sok mindent érintettünk. Nagyon szépen köszönöm ezúton is. A home office-ról elhangzottak árnyoldalak, pozitívumok, esetleg üzleti életben, ugye, hogy beváltak az online kommunikációs csatornák, ha fogalmazhatunk így. Azt a kérdést tenném fel, hogy mit érzékeltetek abból, hogy így a környezetre ez milyen hatást gyakorolt, a környezetünkre? Volt esetleg olyan változás, amit így éreztetek, ami a város környezetében, vagy a cég környezetében csapódott így le? Polgármester úr. Persze, természetesen szerintem egy akkora változás volt, ami mindenkit és mindent érintett. Hát most csak elég, hogy a város közlekedésére gondolunk. Hát szerintem március-áprilisban, hát még hogy közlekedési probléma Fehérváron, meg dugó, hát sehol meg. De közben, ha megnéztük, hogy például mentünk előre az időben, már a parkolásba, az ingyenes parkolást egyre többen használva, egyre nagyobb lett a probléma, még akkor is, ha egyébként nem tért vissza az a közlekedési arányszint, ami korábban általában jellemezte a várost. De ha már ezt nézzük, mondjuk ez rögtön összefüggésben van a köznevelés és közoktatás és szakképzés rendszerével, mert nem lehet nem észrevenni, hogyha nincs iskola, akkor gyakorlatilag reggel lehet autózni a városban. Ami megint csak akkor fölvett kérdéseket. Nem feltétlenül csak az, hogy akkor most távoktatásban innentől kezdve, mert nyilván ez így nem működne, de már akkor az, hogy az idősávokat hogy lehet eltolni, hogy adott esetben akkor most mi van a körzeti kérdésekkel, mert az, hogy Cserpalkovics András keresztül kasul visz reggel a gyerekeit a városba, ez nyilván közlekedési probléma, környezetvédelmi probléma, adott esetben oktatási problémát is okozhat. Szemben egyébként a nálunk jóval gazdagabb országoknál ilyen lehetőségek mondjuk általános iskolában jóval kevésbé szerepelnek. Tehát például ilyen kérdéseket is azt hiszem, hogy most felszínre lehet és kell is tenni. Én a környezetemben azt érzékeltem, megerősítve abszolút, amit jegyző úr mondott, hogy a húsvéti hosszú hétvégéig abszolút szigorításpárti volt mindenki. Ugye azt szokták mondani, hogy az országban a legszigorúbb intézkedések azok legalábbis nagyvárosi kategóriában Fehérváron születtek azon a hétvégén. De ehhez képest még mindig kaptuk a kommenteket, hogy de hát miért nem zártuk be az élelmiszerboltokat. Tehát ilyen szintig mentek el, és nem egy-kettő kommentelő, hanem tömegek. Zárójel, hogy ilyen jogosítványaink azért nem voltak, zárójel bezárva. De körülbelül ezen a hétvégén éreztük ennek a csúcspontját, és rá következő hétvégén már ugyanezeknél az intézkedéseknél előjöttek azok, akik azt mondták, hogy ezek túl szigorúak, majd rá 2 héttel már a többség kifejezetten ezeknek az enyhítését kérte az önkormányzattól. Tehát én ott éreztem azt, hogy valami átfordult a környezetbe, vagy a társadalomba. Itt is el is hangzott, hogy sokáig nyilván az ijegységből fakadóan a szigorítás, utána pedig de hát ennek azért nagyon súlyos következményei lesznek. És akkor már elkezdte mindenki teljesen érthető emberi okok miatt kezdeni félteni a munkahelyét, a saját rokonainak, családtagjainak a munkahelyét, elkezdett hiányozni az, hogy nem járhatunk össze a szülőkkel, hogy itt azért a kijárási korlátozások azok önmagában azért valljuk be, hogy a 21. századi embernek itt Európában, aminek az egyik legnagyobb értéke az Európai Uniónak a szabad mozgás, a határok nélküliség. Ezt most megélni azt, hogy nem hogy a szomszédországban nem lehetett átmenni, hanem abban is bizonytalanok voltak sokan, hogy el lehet-e menni a szülőkhöz. Egyébként zárójel olyan korlátozás, hogy nem lehet elmenni, ilyen korlátozás egyébként soha nem volt. De egyszerűen az emberek tudatában ez így állt össze, és először ezzel abszolút azonosultak, és utána pedig értelemszerűen máshogy vagyunk szocializálódva, elkezdődött ennek a nagyon nagy hiányérzetből fakadó, na de akkor hogy is kéne ezt egy kicsit másként csinálni, és az elmúlt 1-2 hétben ez már odáig ment, hogy én kifejezetten azt éreztem, hogy nagyon sokan kezdik elfelejteni, hogy volt itt egyáltalán járványhelyzet. Ez szerintem egy veszélyes folyamat. Lehet enyhíteni, sőt kell is enyhíteni.
enyhíteni, föl kell készülni minden eshetőségre, de akkor lehet a második eshetőséget leginkább elkerülni, vagy legalábbis sokkal minimum szinten tartani, ha azért ezt a néhány szabályt még betartjuk, ha a távolságtartást egyébként komolyan vesszük, mert egyébként akkor ugyanilyen nehéz helyzeti szituáció fog előállni, aminek drasztikusan szerintem súlyosabbak lehetnek a gazdasági és társadalmi következménye. Ez sem lesz egyszerű. Azért egy város életében ritkán fordul elő az, hogy mondjuk úgy számolhatunk, hogy elveszítjük a saját bevételeink egy harmadát egyik hétről a másikra. Azért az nem a sétagalop kategória. Nyilván meg fogjuk oldani. Úgy érzem egyébként, hogy az emberek is megértőek ebben a tekintetben. De hogyha lenne egy második hasonló jellegű hullám, ott azt gondolom, hogy hatványozottan lenne ennek tragikus a következménye. És ez a gazdasági értelemben nem csak jelenti, hogy a vállalkozó adott esetben mit fog majd hazavinni az üzleti évének az eredményeként, hanem az már kőkeményen gyakorlatilag minden egyes embert érintene, mondjuk ebben a városban, megyében, országban, és nyilván tágíthatjuk a kört. Úgyhogy nagyon-nagyon észnél kell lenni, hogy milyen következtetéseket vonunk le, és én úgy érzeztem ebbe az időszakban, hogy a környezetünk az valójában ezeket kezdte el ronda szóval beárazni. Először a félelem, az aggódás, nyilván az egészség meg a szeretteinknek a védelme és féltése, teljesen abszolút logikus emberi, mondjuk úgy, hogy lépések, gondolatok, de utána jött már az egzisztenciális félelem és bizonytalanság, ami valljuk be őszintén, hogy legalább annyira tud frusztráló lenni, és én azt abszolút érzékeltem. Tehát ez egy nagyon érdekes és nagyon negatív élmény volt megélni, amikor mi ugye itt dolgoztunk benn, a Városházán, jóval kevesebben, mint egyébként szoktunk, jóval több mindent digitális platformon próbáltunk több-kevesebb sikerrel intézni. Gyakorlatilag az összes külső kapcsolatunk az digitális platformra került. Tehát kipróbáltuk annak minden szint az összes típusú eszközt. Remélem, hogy rengeteg fejlesztési elképzelése van az informatikának, mert van ezeken az eszközökön használhatóság könnyítésében bőven lehetőség kezelni. Szerintem a mobiltelefon egyszerűségre kell levezetni minden ilyen platformot, mert akkor tudja helyettesíteni a személyes találkozókat bizonyos szempontból. De hát akkor napközben jó, hát akkor ebédeljünk. Na most hát a polgármesternek a világ legjobb dolga van, lesétál mondjuk ide a házban található étterembe, vagy a környező bármelyik étteremben kávézóba leül, eszik egy menüt, közben vagy dolgozik, vagy egy kicsit kikapcsolódik, aztán visszamegy dolgozni. És akkor ugye jöttek az intézkedések, és kiderült, hogy hát ugye ezt így, akkor mit fogunk egyáltalán ebédelni? Tehát olyan humorosan hangzik, de azért az életünket ez nagyjából tényleg ilyen szinten írta át, és ezt a környezetünkbe megtapasztaltuk. És ennek azt hiszem ebből a tapasztalatból lehet okulni. Én egy pozitívumát viszont látom ennek az egész helyzetnek, remélem nem bizonyulok túl naívnak vagy túl optimistának, hogy egyszerűen az emberi kapcsolatok felértékelődnek. És ebben kicsit az értékvesztett világunkban, ami jellemezte így a 20-21. Századot, ha valami pozitívum lehet az, hogy rájövünk arra, hogy azért a társas kapcsolatok a legfontosabbak. Az, hogy egyszer találkozhassunk, hogy beszélgethessünk, hogy leüljünk egy jó társasággal egy jó kávét meginni, és ott eltöltsünk egy jó fél órát, hogy ez mennyit tud jelenteni az életünkbe, és ez nem kell feltétlenül a világ másik végére mindig elutazni, hanem itt nekünk házon belül is tud nagyon-nagyon jó lenni, ha süt a nap, már hogyha egyszer majd újra süt, így ebbe a nem tudom milyen nyári koratavaszi időben, amit most körülvesz bennünket most már napok óta, és egy működik. És egyébként innen közelítjük a kérdést, akkor rengeteg mondjuk klímavédelmi vagy környezetvédelmi kihívásra valójában választ kaptunk az elmúlt 3-4 hónapban, hogy bizonyos dolgok alkalmazásával könnyebbé tehetnénk az életünket, és jobban tudnánk a környezetünket védeni. Ez igaz az emberi környezetre, és igaz a természeti környezetre is. És azért, hogyha már mondtam egy nagyon pozitív véleményt, hogy szerintem mi pozitív, van egy szerintem negatív következménye, társadalmi következménye, komolyan, mintha a Közép-Európát mindig a nehézségek húznák. Tehát amikor végre jobban ment, és azért szerintem szinte mindenkinek jobban ment, akkor, és végre lehetett érezni, hogy lehet jövőkép, hogy lehet stratégia, hogy élhetnek az emberek egy kicsit jobban, hogy kicsit gondolhatnak nagyobbakat annál, mint amit mi magunk megszoktunk évtizedeken keresztül. Ez a céges világra ugyanúgy igaz volt, kicsire, nagyra, egy önkormányzatra igaz volt, az egyénre igaz volt,
Hát az bizony most egy kicsit zárójelbe került, és nagyon kérdéses, hogy a következő években egyáltalán hogy lehet bizonyos dolgokat stabilan megőrizni, amiről azt hiszem, hogy most más szemszögből kell majd gondolkodnunk és átgondolunk. Ez nyilván egy város fejlődésére is igaz, működtetésére is igaz, és nyilván mindenki a saját szegmensében szerintem ugyanezt átgondolta. Nagyon nagy felelőssége lesz azoknak, akiknek mondjuk ebben az időszakban pont fordítva alakult a sorsuk, és jobban ment. És én nem látom ennek a felelősségnek a vállalását. És rengeteg jó példát tudok mondani az összefogásra. Fantasztikus volt megélni. Tehát az, amikor sorba jöttek a felajánlások. Ugye Attila itt ül mellettem, elég rá, utalom, egyszer csak csörög a telefonom. Úgyhogy mi már egyébként leültünk korábban néhány cég átgondolni, hogy mifele megyünk, és aztán jön a telefon, hogy hát az Enzo úgy gondolta, hogy akkor mi lenne, hogyha elindítanánk egy adományszámlát. Így indult az adományszámla, ahol egyébként több mint 102 millió forint gyűlt össze. Ebben nincsen közpénz, nincs önkormányzati állami forrás, és csak az, amit a magánemberek, cégek, közösségek felajánlottak erre. Fantasztikus. Több mint 600 idősnek tudtunk ellátást nyújtani, közel 600 önkéntessel, akik fantasztikus munkát végeztek. Tehát ezt nagyon-nagyon-nagyon jó volt megélni. De a másik oldalon azért tudnék regényeket írni a maszkbeszerzés rejtélyeiről, a szűrő programok kérdéséről, a tesztek kérdéséről, és ez nem feltétlenül az első hónap, mert az első hónapban mindenki kapkodott, a világ próbálta utolérni termelésben ezt a dolgot, pont azok a kínai városok kerültek nehéz helyzetbe, ahol azok a cégek dolgoznak, akik az egész világnak ezeket a maszkokat gyártották. Volt olyan cég itt Fehérváron, nagyipari szereplő, nagy foglalkoztató, nagy adófizető, akkor azzal hívott, hogy ő azért fog leállni, mert nem tud védőmaszkot szerezni. Nem a vírus miatti védőmaszkra gondolt, hanem az adott termelési technológiához kellett. És utólag el lehet mondani, hogy mi segítettünk nekik az első időszakban maszkhoz jutni, mert az együttműködésnek nyilván ez is a része. Tehát kaptunk mi olyan szerződéses ajánlatot, hogy hát akkor most nagy összeggel elindulnánk valamelyik külföldi repülőtérre, akkor esetleg ott szerződés nélkül esetleg vásárolhatna a város. Hát mondtuk, hogy azért ez talán nem teljesen közpénz megoldás. De az első időszakban ez nehéz volt, de három héttel ezelőtt a teszt vonatkozásában voltak olyan szürreális élményeink, negatív élményeink, hogy élnek vissza a piaci szereplők ezzel a helyzettel, emberek egészségével, ami drasztikus és biztos, hogy szabályozott igényel, mert a legkeményebb vadkapitalizmusban sem tudtam volna elképzelni azt, amiket mi itt átéltünk a Városházán. És most olyan szektorról beszélünk, aki nemhogy nem vesztett ezen az időszakon, hanem brutálisan nyert. De neki nem volt elég egyébként egy értelmezhető profit, nem, annak a nagyon-nagyon-nagyon sokszorosát akarta egy önkormányzaton leverni. Úgyhogy itt a szabályozókat is érdemes átgondolni, egyáltalán nyilván ezt a globalizált világot ebből a szempontból átgondolni, nyilván a helyi közösségeket is, és hát tudjuk, hogy kire számíthatunk, kire nem, most ezt önkormányzatként mondom, nagyon tanulságos volt az egyénekre és közösségekre is lebontva, de mondom, azért az emberek döntő többsége szerintem jól vizsgázott, a szabályokat jól tartotta, fegyelmezett volt, képes volt az összefogásra, képes volt a másik segítésére, igen, néha pedig azzal, hogy ide benne lépjen az, aki valami olyan környezetben volt, mert akkor nem tudom, mi fog történni. És érdekes, hogy a nagyvárosok talán egy kicsit jobban vizsgáztak ebből a szempontból, pedig nem feltétlenül nagyvárosokra igaz a szolidaritás, de nem innen jöttek igazán a fehérvári hangok, hanem kisebb településeken voltak nagyon érdekes történetek, de ott nem én vagyok a polgármester, úgyhogy nem én vagyok a jogosult ezeknek a közvélemény előtti ismertetésére. Mindenesetre én mindenkinek köszönöm, aki ebben a három hónapban tette a dolgát, vagy annál jóval többet, vagy mást, mint egyébként megszokott, és ezért azt szerintem is az első szakasz, ha lehet ebben egyáltalán ilyet mondani, akkor sikeres volt, de sok-sok tapasztalattal, amit az élet minden területén, így nyilván az önkormányzati világban is le kell majd vonni. 4000 embernek adunk munkát, tehát túl az egészségi védekezés megszervezésén, azért, aki nagy munkáltató, az tudja, hogy ez óriási felelősség tudni azt, hogy a következő hónapban az alkalmazottunk az megkapja a bérét, és lesz-e miből megvenni azt a tejet, meg kenyeret
az élelmiszerüzletekbe vagy a pékségekbe. Tehát ez egy nagy nyomás, ez legalább akkora nyomás, mint maga az egészségügy összeküldő védekezés, és ebből is nagyon-nagyon sok tapasztalat van. Hát egyelőre mindenki a munkavállalónk még, úgyhogy az első részt azt sikeresen abszolváltuk, és várjuk nyilván a gazdasági folyamatok alakulását, amit azért szerintem őszig biztos, hogy sok lesz a bizonytalanság, akkor talán már okosabbak lehetünk, nem csak az idei, hanem a következő év tekintetében. Én normális évnek a 2022-est tartom legjobb esetben is először olyannak, ami normális esztendőként értékelhető. Ez nem csak 20-ra hat ki ez a mostani helyzet, hanem kőkeményen 2021-re is. Köszönöm polgármester úr szavait, és milyen jó, hogy itt ülünk a Városháza dísztermében, végre egy kis társas kapcsolat, és rögtön a metakommunikációból, de igazából abból, hogy... Annyit szeretnék hozzátenni, ha már itt ülünk a díszterembe, hogy azért itt minden a történelemről szól. Ez a város itt van több mint 1050 éve. És körbenézünk, azért itt rengeteg olyan sorsfordítót látunk, ami nagyobb sorsfordító volt ennél a három hónapnál, mégis itt vagyunk és magyarul beszélünk, tehát azért ez adjon mindenkinek optimizmust. Köszönöm a hozzászólást. Ha jól olvastam a metakommunikációt, és a főigazgató asszony nyúl is a mikrofonért, úgyhogy meg is adnám a szót. Köszönöm. Igen, mert elgondolkoztattak polgármester úr szavai, és ezt a home office vírushelyzet, ki hogyan éltem meg, és a környezetünkben mit tapasztaltunk. Én is ketté választanám, bár én nem az egyén és a társadalom, hanem inkább a magánélet és a munka szempontjából választanám el. Mit tapasztaltam az egyik oldalon, és mit tapasztaltam a másik oldalon. Hogyha a magánéletemet tekintem, akkor ugyan egy kis családi házban lakom, tehát nincs az arra lehetőség, hogy a lépcsőházban segítsük egymást, és ugye ez azt jelenti, hogy van udvar, van kerítés, van távolságtartás, tehát az alapvető távolságtartással nincsen probléma, de ugyanakkor ez el is választ. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen helyzetekben a szomszédok léte és a velük való kapcsolattartás az felértékelődött. Nagyon sok helyen, főleg, hogyha kis települést nézünk, ami ugye problémát okozhat, vagy a városoknak azok a területei, azok a részei, ahol többen élnek egyedül, magányosan, idősebbek, akkor ott bizony nagyon fontos az, hogy akár magánemberként, akár, mint ahogy a város is megszervezte ezt a segítséget, de mindenképpen valamilyen formában segítsük egymást. Azt is tapasztaltam, hogy vannak olyan családtagjaim, mert olyan kollégáim, itt ez összefonódik egy kicsit, akik tudtak home office-ban dolgozni, és voltak, akik nem. Azt a fajta konfliktust, amit ez okozott, feszültséget okozott az emberek között az, hogy nekem mennem kell dolgozni, akkor nekem ehhez van lehetőségem, ehhez van jogom, mi van akkor, aki otthon dolgozik, neki mennyivel könnyebb vagy kényelmesebb, ugyanakkor, aki otthon volt, ő lehet, hogy azt élte meg rosszul és nehezebben, mert az ő munkájában az a fajta munkavégzés okozta neki a nehézséget. Tehát én komoly feszültséget láttam ebben, és most is a saját munkahelyemen is, tehát az én beosztott kollégáimat is, hogyha figyelem. Szerencsére nálunk mindenki tudott otthon dolgozni a centrum központi szereti egységét tekintve is, és nagyon jó tapasztalataim voltak abból a szempontból, hogy ha ezt egy évvel korábban tettem volna meg, hogy egy vagy két kollégának a munkaköréből kifolyólag engedélyeztem volna, hogy otthon maradjon home office-ban, akkor támadások érhették volna. De így, hogy mindannyian megtapasztalták, hogy igenis meg lehet oldani egy rengeteg dolgot otthonról, viszont nagyon sok mindent nem lehet megoldani, így ezeket a konfliktusokat azt hiszem, hogy egyszerű beszélgetéssel már el lehet kerülni. Aztán tapasztaltam egy nagyon pozitív dolgot. Ugye, ahogy meséltem, hogy az igazgató kollégáimmal mi nagyon gyorsan önkéntes karanténba kellett, hogy vonuljunk, vagy legalábbis részlegesben, hiszen azért gyakran be kellett járnunk az iskolába, de megpróbáltuk ezt a távolságtartást azért szigorúan venni. Ezért mi minden reggel létrehoztunk egy olyan messenger csoportot, ahol mi minden reggel és minden délután megbeszélést tartottunk. Hát ez eddig nem volt jellemző, és először tartottam tőle, hogy túl sok lesz. És azt láttam, hogy nagyon fontos. Az emberi kapcsolatok még így is, hogyha online térben zajlanak is, mégis meghatározóak. Azonnal meg tudtunk beszélni dolgokat. Ez a messenger csoport egy ilyen nagyon-nagyon hiánypótló csoport lett, mert ha valakinek felmerült egy kérdése, már pedig ebben a helyzetben elég gyakran merültek fel olyan kérdések, amik eddig nem voltak, és ezt nem tudtuk megoldani, akkor így bedobták a csoportba, és nem kellett várni a felső vezető, mondjuk teszem azt a főigazgató vagy a kancellár segítségére, hiszen egymást is ki tudták segíteni. Egy olyan eddig is összetartó kis csapat volt a mi vezetőségünk, de ez most nagyon-nagyon megerősítette ezt a közösséget. Tehát nekem így van pozitív tapasztalatom. Ugyanakkor azért van negatív tapasztalatom is, mert azt is láttam és tapasztaltam, hogy az ellenőrzés az nagyon fontos.
ahogy egy úr is mondta, azt gondolom, hogy hogyha folyamatában nézünk feladatokat, akkor ha csak a legvégén derül ki, hogy valami nem úgy haladta, hogy kellett volna, akkor az nagyobb probléma. Ezért sokkal több ellenőrzési pontot kell beilleszteni egy ilyen home office-ban végzett munka során, mint egyébként a hétköznapokban, hiszen arra járok, ránézek, kérdezek kettőt, és már tudom is, hogy hol tartunk. De ilyen esetben azért, mivel távol van, azért ilyen szúrópróbaszerű ellenőrzésre többször van szükség. Az is szöget ütött a fejemben, amiről polgármester úr beszélt, már csak azért is, mert éppen reggel volt erről szó nálunk az iskolában, hogy az eltolt munkakezdés az mennyire lehetne járható út. És reggel erről tárgyaltunk, hogy a mi részünkről, a középiskolákat tekintve, igenis járható út lehet. Tehát ezen érdemes elgondolkoznunk, hiszen a mi gyerekeink már nem igényelnek reggeli szülői kíséretet, és hát mi csak úgy szoktuk mondani, hogy életkori lustaságban szenvednek, hiszen kamaszkorban nem mindenki szeret nagyon korán kelni, és hogyha meg tudnánk oldani, hogy az egyik iskolában 8 órakor kezdődjön, vagy másikban 8:30-kor, 9-kor, uram, bocsá, esetleg még később is, hogyha már felnőttebbek, mondjuk az érettségi utáni képzésről beszélünk, akkor ezt a fajta tömegközlekedés okozta problémát akár csökkenthetnénk is. És egyébként a mi terhelésünket is egyenletesebbé tehetné. Azt gondolom, hogy ezen érdemes elgondolkozni. És ami egy ilyen külön ránk jellemző dolog, ez a maszkokhoz kapcsolódó történet, a maszk gyártása. Tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon gyorsan reagáltak az én kollégáim, hiszen az első héten, amikor otthon maradtunk 17-18-án, az egyik szakoktató kollégám felvetette, hogy ott állnak üresen a taműhelyek, ott állnak a varrógépeink, és mi lenne, ha mi tudnánk segíteni, keressünk valakit. Meg is keresett rögtön minket. Másnap rögtön a Maher ZRT, egymástól függetlenül jöttek a gondolatok, és így mi elkezdtük a kórházat segíteni azzal, hogy a taműhelyben a szakoktató kollégák elkezdtek maszkot gyártani. Nem az én kezdeményezésem, alulról jövő kezdeményezés, és ezek a kollégák még a mai napig is dolgoznak, úgyhogy már nem maszkokat gyártanak, hanem még néhány védő felszerelést befejező etapként. Ugye több 12 000 maszk készült el a mi centrumunkban, ez teljesen önkéntes felajánlással, ami az ő lelkesedésüket és hozzáállásukat mutatja. Ahogy mondta, és többször is elmondta a szakoktató kollégánk, hogy példát szeretnénk mutatni abban, hogy hogyan lehet a társadalmi felelősségvállalással élni, illetve ebben példát mutatni, mert ahogy mondták, amíg mások kitartanak, addig mi is. Én ezt egy nagyon fontos dolognak tartom, már csak azért is, mert nem csak a szakoktató kollégák vettek ebben részt, hanem volt diákjaink, jelenlegi diákjaink, és bizony az önkormányzat által szervezett segítő csoportnak a tagjai közül is jó páran részt vettek ebben a munkában, és itt nem csak egy intézményhez kötődik ez a kezdeményezés, hanem ez intézményeken, illetve szervezeteken átívelő közös kezdeményezés volt. Köszönöm főigazgató asszony szavait, és ügyvezető igazgató úrnak adnám meg a szót. Igen, csak nagyon röviden szeretnék ezt a home office oltára mellett adózni. Megírtam a személyzeti kollégáimnak, hogy mindenképpen megszólok ebben a témában. Nem vagyok egy nagy home office rajong, ezt előre így leszeretném szögezni. Mégis azért a kialakult helyzet, nálunk már régebb óta be van vezetve a home office. Tehát nem egy új keletű történet volt. Viszont ez a vírus helyzet, ez kicsit előtérbe helyezte, illetve rákényszerített minket is ennek a nagyobb intenzíve használatára. Viszont azt a személyes tapasztalatot azért hadd osszam meg a nézőkkel vagy veletek is, hogy még a legdurvább home office betyárunk is úgy nyilatkozott így 2-3 hónap után, hogy most már azért elég volt. Na és ezen én hát kicsit így a szívemnek szólt, úgyhogy én külön időt szenteltem neki, hogy akkor ezt kifaggatjuk, hogy akkor ez hogy is lehet, hogy a legnagyobb home office betyár így irányt váltott. És gondolom sok nézőnek is ez egyértelmű, hogy azért most a home office oltárát eldönteni, jó volt vagy nem jó, nem biztos, hogy ez egy jó időszak. Hiszen a kialakult helyzetben, amikor valaki home office-ba volt, főleg hogyha feleségként, anyaként,
akkor ezért azt lássuk be őszintén, hogy mondjuk reggel 8-tól délután 3-ig, bár tudom, hogy az oktatásban dolgozik, mindent megtettek annak érdekében, azért mi egy picit ilyen háttértanár bácsiként, tanárnéniként funkcionáltunk. Aztán amikor eldobtuk a lantot olyan 3 óra magasságába, akkor a főként a nők elkezdtek ugyebár anyaként szerepelni, felügyelőként, takarítóként, már bejárónok se jöttek, szakácsként, aztán utána néha feleségként, és amikor az egész család aludt, akkor elő lehetett venni a home office-t, és éjszaka bepotolni az elmaradásokat. Úgyhogy igazából mi egy picit a szigort engedtük el, tehát egyszer-kétszer próbáltam felhívni a home office-os kollégáimat így 10 óra fele, én úgy köszöntöttem, úgyhogy hogy vagytok, hogy zavarhatlak-e esetleg az oktatás közepette, vagy éppen beférek-e a képernyőre a Teams, vagy a Zoom, vagy egyéb más óra mellé. Volt, aki őszintén mondta, hogy főni egy fél óra múlva hív vissza, akkor jár le a matek óra, utána tudunk beszélni. Tehát, hogy csak ezt akartam megosztani, hogy azért szerintem ezt is érdemes kimondani, hogy egy ilyen helyzetben, igen, a home office az egy lehetőség, amihez nyúlunk, de ez inkább szerintem egy ilyen gesztusértékű volt. Persze, ahol fontos volt, azért a kollégák is betartották, biztos voltak még betyárok, akik már... De én úgy gondolom, hogy nem most kell ennek az oltárát elszámoltatni. Jó volt, elment így úgy amúgy, de szerintem innentől kezdve mindenképpen biztos egy hasznos történet. Nálunk termelő cégnél én úgy gondolom, hogy nem fog akkora környezeti hatást gyakorolni ránk, hogy most akkor fel akkor irodánk lesz, vagy ilyesmi, mert azért az üzleti életben ez a személyes kapcsolattartás, a metakommunikáció nagyon fontos. Tehát én is lefolytattam egy-két ilyen online tárgyalást. Hát, egy kicsit ilyen vérszegény, ilyen kötelező, hogy akkor most ennyi az ár, nem annyi. És akkor próbáltam kivenni, most akkor tetszik neki, jót mondtam, keveset, ő is úgy furkészett, akkor néha elment a kép, akkor visszajött, akkor a telefonját nyomkodta, és akkor mondtam, na jó, akkor hagyjuk inkább az egészet. Tehát, hogy egy picit szerintem ilyen személytelenné válik. De lehet, hogy ez csak a mi korosztályunknak, mert látom azért a mai fiatalság meg inkább ezt preferálja, így elbújik. Tehát már nem a játszótéren csatáznak, hanem online az éterben. Tehát nem tudom, valószínűleg ez is egy hosszabb távú dolog, amit majd együtt közösen meg tudunk fejteni. Csak ezt akartam így megosztani. Köszönöm. Köszönöm ügyvezető igazgató úr szavait, és ügyvezető úrnak adnám meg a szót. Csak egy picit tovább vinném ezeket a gondolatokat üzleti oldalról. Azért én azt gondolom, hogy kisebbségben vannak azok a vezetők vagy tulajdonosok, akik a home office-t preferálják a személyes munkavégzés helyett, mert azért számon kérni mégiscsak könnyebb egy személyes kapcsolat által. Illetve én még soha nem láttam annyi embert az obiban, mint mondjuk az utóbbi időszakban szerdán 2 órakor. Tehát mindenkinek gyönyörű szép lett a kertje, rengeteg mindent el tudott otthon intézni, de azért ez nyilván a hatékonyság rovására ment. Illetve hát soha nem volt annyi apró baleset, ahogy hallottam a kórházba, az új levágástól a kézelvágásig, meg a mindenféle háztartási jellegű balesetek. Tehát azt gondolom, hogy visszatérve vannak olyan munkakörök, ahol tényleg ezt megfelelő hatékonysággal lehet csinálni, de azért ez a kisebbség szerintem. Az otthoni dolgokra visszatérve, a home office azért... arra is nyilván komoly hatással van, hogy itt a családon belül hogyan alakulnak a dolgok. Én a feleségemmel eltolt munkarendben dolgoztam. Én dolgoztam délelőtt, ő délután. Nyilván felváltva a gyerekfelügyelet és oktatás és társai. Azért én azt éreztem, hogy hosszú távon ez nem biztos, hogy egészséges. Tehát nyilván mindenkinek ki kell adni magából az energiákat, főleg a gyerekeknek. Ezt jobban meg tudja a saját korosztályával tenni, mint mondjuk a szüleivel. Az egészséges családi élet azért azt gondolom, hogy jobb úgy, hogyha normális kerékvágásba zajlik. Köszönöm, ügyvezető úr. Rektori megbízott úrnak adnám a szót. Köszönöm szépen. Ez a home office témakör, ez ugye mindenkinek úgy látom, hogy a nagyon fontossá vált. Nekem az egyik munkahelyemen ott egy nagy multinacionális német cégnek a magyar lányvállalatánál, ez ugye már több éve divat, tehát ott heti egy nap kötelező home office van, tehát az a egyetértek én is, hogy nem most kell megvonni ennek az eredményét, mert ez egy evolúciós folyamat, tehát nem lehet. Viszont arra nagyon jó ez a dolog, hogy ahogy a főigazgató azt is mondta, hogy elfogadtassuk úgy társadalmi, hogy van egy ilyen fajta tevékenység is, és ne eleve furcsán nézzünk rá. Mi már vontunk le ilyen következtetéseket, megmondom őszintén. Annál cégnél, ahol dolgozom, ott ugye mondtam, hogy 20% volt ez az arány. Ez most a következő időszakban föl fog nőni 60%-ra.
Tehát az látható, mondjuk ez egy telekommunikációs cég, tehát nem kell effektív ott állni a szalag mellett, de az látható, hogy e felé el fog mozdulni a dolog. Az kétségtelen, ez korábbi tapasztalat volt, hogy a 20% az mindig péntekre esett, azt azért jelzem mindenkinél a döntően a home office, igen, napsütéses időre főleg megnőtt ennek a száma, de alapvető, hogyha jól tervezik a munkát, akkor ezért ez tervezhető. A másik oldala, amit én társadalmi még látok, az a tervezhetőség. Tehát ugye én is azt mondom, saját magam is azt mondom, hogy hát most augusztus 31-ig látok körülbelül, hogy mit fogok csinálni, és december 31-ig látok előre, mondjuk, hogy mik azok a tervek, amik lehetnek. De ahogy polgármester úr is egyetértek az, hogy itt stratégiákat most alkotni, az képtelenség, sőt, át kell értékelnünk az összes stratégiánkat, és hát sajnos egy ilyen figyelő üzemmódba kell átmennünk, és egy ilyen gyors reagálóba, ami egy kicsit azért frusztráló mindenkinek, hiszen szeretnénk tudni azt, hogy hova jutunk el a következő lépcsőfokba, de ez a tervezhetőség, el kell sajnos fogadnunk, hogy nehezen megy. És azzal egyet értek, én a home office-el együtt azt gondolom, hogy a családbarát munkahely is előjött, itt többen megerősítették, ugye én is mondtam, hogy több gyerekkel végeztek ezt a tervet, az, hogy átfutkozik a gyerek az üzleti megbeszélés közben, ez azt gondolom mindenkinek toleránssá vált, vagy az, hogy én óra közben átmegyek a háttérbe a gyereknek, az is elfogadottá vált. Tehát van egy ilyen pozitív hatás, és én azon kicsit toleránsabbak lettünk egymás iránt, és hát én azzal fejezném be, nekem az nagyon tetszett ezt a blokkot csak, hogy a mémek is elindultak ugye ezzel kapcsolatban, és ugye talán az első ilyen volt, és talán nem mindenki olvasta, újdonságot is tudok mondani, ugye egy ősi karantén mondás, ugye könnyű annak, aki a saját feleségét szereti. Úgyhogy ez egy nagyon fontos ismérve annak, hogy a karantént is jól el lehessen viselni. Köszönöm rektori megbízott úrnak, és jegyző úrnak adnám meg a szót. Home office. Talán indultam bele a követ a vízbe, és örülök, hogy mindenkinek van erről véleménye. Az én véleményem továbbra sem változik, nem szeretném a kollégáimat home office-ba engedni, mostanában helymód van rá, de nem azért, mert nem dolgoznak ők otthon, dolgoznak ők, csak nem a munkájukat végzik. Tehát megfőzik a pacalpörköltet, a gyerekkel együtt tanulnak, levágják a füvet, rengeteget dolgoznak, majd megőrülnek, annyit dolgoznak, csak nem a munkájukat végzik, és én azért fizetek teljes 8 órás bért, hogy ők otthon egyébként a háziasszonyi, feleségi, kertészi, és nem tudom milyen kötelezettségüknek eleget tegyen. Ez így, ahogy az Attila mondta, behunytuk az egyik szemünket, elnéztük, kacsintottuk, jó pofa volt 100 napig, de ez így ebben a formában egy irodai munkavégzésnél nem működhet, nem semmiért. Számtalan példa volt nekem is, hogy valamit el kellett intézni, szóltam az illetőnek, és hogy a pénteken gyere, akkor home office-ban vagyok, úgyis ráérek. Tehát ez, emberek vagyunk, pontosan tudjuk, hogy ez a home office mit jelent. Nem azt mondom, hogy ördögtől van a dolog, de amiért én szóba gondoltam hozni az előző hozzászólásomban, az az, hogy most azt érzem, hogy magyar és nemzetközi szinten is azt mondják, hogy fuvált a járvány nagy tanulság, hogy a home office az mennyire tudti és mennyire van értelme. Cáfolnám, és minden létező fórumon foglalkörömmel fogok ennek üzdeni a jövőben is. Ami a társadalmat illeti, hát magyarok vagyunk, ugye régóta tudjuk, hogy a 10 millió labdarúgó szövetségi kapitány országa vagyunk, ugye, vagy tavaly ilyenkor volt a sajnálatos hablány tragédia, akkor ugye a 10 millió mély tengeri búvár országa voltunk, mindenki jobban értett hozzá, hogy kell felhozni azt a szegény hajót a Duna mélyéről. Most a 10 millió virológus országa lettünk. Az összes létező fórumon mindenki jobban tudta, hogy mit kell csinálni, vagy mit nem. Ez nem is vírus, ez nem is onnan jött, ezt ránk keresztették, a NASA, az UFO-k, mindenki jobban értett hozzá, és ennek megfelelően alakultak ki a konteók és a furcsábbnál furcsább legendák. Ami viszont ennél is érdekesebb, hogy valamiért jót akart a kormány, vagy jót akart a szabályozó bevezetésével, de sikerült egymást ugrasztani a fiatalokat és az időseket. Tehát egymást jelentették föl már a járvány közepén, a karantén közepén. A fiatal, ha idős látott a tiltott sávba, azonnal feljelentette, az idős pedig, ha fiatalt. És ami még szintén egy érdekes volt, a szegény időseket védeni szerették volna, és céltáblává váltak ezáltal, hiszen mindenki azt mondta, hogy nézd, az a néni is ott megy, és pedig nem 9-12 óra, hanem 13 óra 5 perc, mit képzel, hogy ő ott megy. Ugyanakkor az idősebb is volt egy ilyen dafke érzés, hogy ennek nem mondja meg senki. Én túléltem a világháborút, túléltem Kádár szálosít, nekem egy ilyen vírus meg nem mondja, hogy én otthon maradjak, én elmegyek a piacra, az Eperre, és punktum.
És ez egy nagyon érdekes társadalmi jelenség volt. Nem tudom, ez ki fog-e veszni, vagy meg fog maradni, vagy ez az éleződés tompulni fog. De mi rendszeresen szembesültünk önkormányzatként, ugye bejelentették a tanácsnál, hogy időset láttak az utcán, és azonnal valamit tegyünk, mert különben jön a zombi apokalipszis. Úgyhogy ez mindenképpen egy érdekes dolog volt. A másik, ami a társadalmunkat sajnos, vagy hál' Isten, inkább sajnos jellemzi, hogy mindent ki tudtunk fékezni az életünkből. A színházat, a mozit, a sporteseményeket, az úszodát, a strandot, minden, de bevásárolni el kellett menni. Sem a társadalom, sem az állam, sem a szabályozók nem tudták azt megoldani, hogy ne menjünk el boltba. El kell menni boltba, mert holnap nincs bolt, akkor el kell menni boltba. És mindenki ment a boltba, éjjel-nappal, 9-12-ig, délután, reggel állandóan. Hát nem tudom, ezt a jelenséget érdemes talán hosszabb távon is szociológusoknak elemezni, hogy a magyar ember miért bótba jár, miért nem színházba, vagy múzeumba, vagy könyvtárba, vagy bárhova máshova, de mi imádunk bótba járni, és ezt nem volt olyan bátor az állam, hogy elvegye az egyéntől a bótba járásnak a privilégiumát. Lehet, hogy egy második hullámnál esetleg ezt is érdemes felmérni, mert én azt gondolom, hogy az egyértelmű vált, hogy a vírusnak a terjedésének a zárt helyek, a melegágyai. Ez egy ilyen boltba, egy pár szóval én is elmentem nyilvánvalóan bevásárolni idős édesanyámnak, illetve másoknak is. Hát komoly tömeg verődött össze. A másfél méter nagyon nem érdekelt senkit, ugye maszk az vagy volt, vagy nem volt, és mindenki borzasztó karanténban volt, és nagyon fegyelmezett volt, kivéve, ha el kellett menni a boltba, mert akkor mintha nem lenne holnap, úgy ment mindenki a boltba. Ez is egy, szerintem tipikusan magyar, én nem tapasztaltam ezt máshol, de érdekes. Aztán ami még érdekes, ugye említette a legtöbb megbízottul a mémeket, azért jó pofa volt, ugye sokan online élték az életüket, az emberek információ éhsége a humorát is helyben hagyta, ugye ehhez sokat segített az operatív törzs napi munkája és beszámolója, ami hihetetlen jó termőföldje volt a poénoknak és a mémeknek. Ugye tegnap véget ért az első évad, reméljük nem rendelt be a másodikat, de jó pofa volt, ahogy az emberek erre a sztorira rápörögtek. Illetve még két dolgot emelnék ki, az egyik az, hogy van egy rendőrismerősöm, és ő mondta azt, aki helyszínen jár, és ő mondta azt, hogy általában havonta egy-két öngyilkossághoz szokták őket riasztani, és most heti számban volt 4-5, tehát volt, hogy napi egy öngyilkosság volt, amit ők egyértelműen a bezártság, a karantén, az egyedül lét, az elmagányosodás, a félelem, nagyon féltek az emberek, hogy ez valóban. Hát ugye olyan mértékben öntötték rájuk azt, hogy mi van Spanyolországban, mi van Olaszországban, mi van az Egyesült Államokban, hogy bizony tényleg féltek az emberek, féltek az idősek egyedül egy több néhány száz fős faluba, és bizony többen oly mértékben süllyedtek depresszióba, hogy az életüknek véget vetettek. Ez is egy nagyon érdekes és mérhető és megtörtént eset. Ami még engem ebben a történetben én nagyon érdekel, de figyeltem a svéd példát, ugye egy teljesen más társadalom, teljesen más kultúra, és egy teljesen más védekezést választotta a járványal szemben. Ugye azt választotta, hogy nem védekezik gyakorlatilag, hanem elengedi, és nem állítja le a gazdaságot. Én megmondom őszintén, nekik szurkoltam, szerettem volna, ha nekik lesz igazuk, nem lett. A számaik azt mutatják, hogy nem lett, és ugye azzal nem számolták, hogy na, ők nem állítják le a gazdaságot, és majd megmutatják, igen, csak egész Európa leállította, úgyhogy hiába tudtak volna működni, és nem állították le a gyárakat, nem volt hova, mert a piac viszont 100%-ban leállította magát. Én nagyon-nagyon szurkoltam a svédeknek, de azt lehet talán mondani, hogy kapufa volt ez a fajta védekezés, mert a számaik egyértelműen azt mutatják, hogy sokkal rosszabbak, mint akár csak a skandináv szomszédaik. Úgyhogy hát összességében voltak ennek a járványos időszaknak nyertesei és vesztesei. A nyertesei szerintem mindenképpen a válóperes ügyvédek és a szülésznők lesznek. Azt gondolom, hogy azért mondjuk 50 négyzetméteren bezárva 3 hónapig az asszonnyal, meg a gyerekkel kert nincs, tehát ugye két dolgot tudsz csinálni. Az igazi vesztesek pedig szerintem azok a férfiak, akik a évek át mondták, hogy persze drágám, majd ha lesz időm, megcsinálom.
hát ők most ezekben a három hónapokban azt gondolom, hogy a kerítésjavítástól a fűnyíráson keresztül a lakásfestéséig mindent, és ahogy Marci is mondta, a sürgősségen is megszaporodtak a háztartási balesetek száma, mert hát a legszidőn drágán megcsinálom, és bizony sokan home office-ban megcsinálták a kerítést, és a házat kifestették. Úgyhogy nagyon érdekes társadalmi szelet volt ez a 100 nap. Én baromira élveztem ezt figyelni, befogadni, hogy melyik ember mire, hogyan reagál. Hát remélem, hogy nem lesz még egyszer erre szükség, vagy nem lesz még egyszer erre mód. Meglátjuk. Köszönöm, jegyző úr. Polgármester úrnak adnám meg a szót. Egy nagyon rövid mondattal szeretnék, nem egy humoros témában, amiről itt most jegyző úr gondoskodottam úgyis, hanem nagyon is komoly adatot, ha nem is szám szerint, de felhívva a figyelmet erre mondanék, és a kutatók figyelmébe ajánlanám, hogy nézzék meg, hogy mi lehetett ennek az oka. Hát bizony az év első részét tekintve hosszú évek óta nem haltak meg olyan kevesen Fehérváron, mint ebben az időszakban. Azt is mondhatnánk, hogy drasztikus különbséget érzékelünk a számokban, mondjuk a 19-es, 18-as vagy 17-es évhez képest. Ezekben a hónapokban jóval, de jóval kevesebben hunytak el a városunkban, és szerintem ez, miután egy ellenzéki országgyűlési képviselő kérdésére készítettük el ezt a számot, és gondolom nem csak nekünk küldte el, de utána nem lett ebből nagy nyilvánosság elé kerülő szám. Azt gondolnám, hogy nagy valószínűséggel ez egy országos átlag volt, most itt nem a politikai része miatt mondom. Tehát ez szerintem tanulságos, és ez szerintem érdemes lenne átgondolni, hogy mi volt, vagy éppen nem volt az ezekben a hónapokban, ami végül is ezt a társadalmi hatást generálta, hogy kifejezetten érzékelhetően és százalékosan, nagy százalékkal kimutatható módon volt e tekintetben visszaesés. És mondom, nem hiszem, hogy csak Székesfehérváról lett volna ez így. Köszönöm, polgármester úr. Elnök úrnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen. Ebben a beszélgető körben az elmúlt percekben talán két húzó szó volt, az egyik a környezet, a másik pedig az emberi kapcsolatok alakulása, illetve még a home office-ról is sokszor esett, ami nálunk egy termelőpiacon, ez a kapálásnak felel meg, vagy amikor a szürke marhákat megitatják kint a legelőn, illetve a home office hatását mi is nagyon erősen tapasztaltuk, hiszen ekkora forgalmat még palántárusok és kertészek nem értek el a piacon, mint most ebben az elmúlt 100 napban. Egy környezet, természeti környezethez kapcsolódó gondolatot szeretnénk mindenképpen felvetni vagy elmondani, mert ezen elég sokat gondolkodom. Lehet, hogy a multi környezetvédelmi tevékenységéhez vagy más különböző energiafelhasználóknak a környezetre gyakorolt hatásához képest elenyésző, de akkor is szóval műanyagoknak az indokolatlan felhasználása, vagy a nem helyes felhasználása azért az elgondolkodtató. Most gyorsan próbáltam kiszámolni, hogy ha Székesfehérváron körülbelül naponta 1000 fő kap szociális ellátás vagy közétkeztetés keretében, tehát kiszállított ebédet, akkor az azt jelenti, hogy egy hónapban körülbelül 1 millió műanyag termék kerül ezekbe a háztartásokba. Tehát ez ebben talán egy visszaesést értünk el így az elmúlt időszakban, és ami engem egy kicsit bosszant, hogy nem próbálunk meg helyette találni valami helyettesítő megoldást. Itt van a hagyományos éthordó. Oké, a Nébi felveti azt, hogy tisztasági problémák vannak, de létezhet, vannak már csere dobozrendszerek, tehát az éthordónál is meg lehetett volna tenni, amelyeket a közétkeztetés szolgáltatók mossák ki, vagy fertőtlenítik, és abba adják ki az ételt. Tehát simán azt az 1 millió műanyag terméket, amelyet most havonta Székesfehérváron mi a hulladék gyűjtőkbe dobunk, és gondolom, hogy nem a szelektívbe, hiszen hát tegyük a szívünkre a kezünket, nem mosok el ezeket, és akkor simán kommunális szemét lesz belőle. Hát ugyancsak csalódást okozott a kormánynak
a műanyag zacskók, az egyszer használatos műanyag zacskók kivezetésére vonatkozó döntésének a saját maga alá által történt elhalasztása egy fél évvel. Tehát egyszerűen nem értem azt, hogyha mondjuk péntek estéről hétfőre sikerült az egész országban a digitális oktatást bevezetni, vagy akár két hét alatt sikerült az embereket rávenni arra, hogy maradjanak otthon, akkor miért nem elegendő fél év arra, hogy egy ilyen egyszerű kérdés egy egyszer használatos műanyag zacskóknak a kivonását és a helyettesítését az országban meg tudjuk oldani. Tehát tudom, hogy ezek globális szempontból, vagy makro szempontból nem kiemelkedő kérdések, de itt kell az egyénen elkezdeni ezeknek a kérdéseknek a megoldását, és itt kell példát mutatni, mint ahogy, tehát én elmondhatom pozitív példaként, hogy polgármester úr több alkalommal jár a piacra, és kosárba vásárol, és sokkal többet ér az egy ilyen találkozás, mint 100 szóról vagy brosúra. De azért ne menjünk el amellett, megítélésem szerint, hogy ezen a területen egy visszaesés történt az elmúlt hónapokban, amit mindenképpen helyre kell hozni. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. És arra hívnám fel a figyelmeteket, hogy lassan közelít a műsoridőnk vége, úgyhogy úgy adnám meg a szót, hogy legyetek kedvesek erre figyelni, hogy mindenki egy ilyen záró gondolatot próbáljon megfogalmazni, és ehhez segítségképpen hogy kérdezem azt, hogy milyen trendet láttok esetleg, ami kirajzolódik. Az én fejemben például megjelenik, hogy az európai városokban ugye a kerékpározás, vagy a körforgásos gazdaság képe, ami most így az elnök úr felől érkezett. Tehát, hogy akkor mindenkit erre kérnék, hogy egy picit próbálja a gondolatait akkor záró formába önteni. Jó, jegyző úr. Hát zárásképp én azt fogalmaznám meg mindenképpen, hogy egy dologban az eltelt időszak alapján egészen biztos vagyok. Akár lesz második hullám, akár nem, akár lesz ehhez hasonló vírus pandémia még egyszer, akár egy teljesen más, nem korona, hanem egyéb típusú kórokozóval, akár nem. Az nagyon nagy tanulság volt, és biztos vagyok benne, hogy ezt nem csak vagy Székesfehérváron, Magyarországon és Európában szűrtük le, hogy a gazdaság többet nem fog leállni. Tehát nem lesz olyan intézkedés, hogy a gyárak álljanak le. Lehet, hogy le fog zárni az iskola, láss Peking, óvoda, lehet, hogy a tömegközlekedés, ugye eddig két kézzel nyomtuk az embereket a tömegközlekedésre, most a tömegközlekedés az egész vírusnak a meleg ágya lett, és hirtelen mindenkit a saját autója felé tolunk vissza. Tehát rengeteg beavatkozás történt, de az egy szerintem borzasztó nagy tanulópénz fizet érte az egész világgazdaság, hogy többet pandémia miatt szerintem a gazdaság nem lesz leállítva úgy, ahogy most megtették, és úgy, ahogy ez rengeteg embernek a megélhetését veszélybe sodorta. Ez biztos, hogy ez nagy tanulság. Most egyébként Pekingben is ezt látni, hogy az iskolákat, óvodákat bezárta, de semmilyen módon nem korlátozzák a gazdaság működését, és semmilyen módon, semmilyen termelőegység leállítása fel nem merül. Biztos vagyok benne, hogy sem második, sem harmadik, sem semmilyen pandémiás hullámnál ez többet nem fog előfordulni. Ez egészen biztos. Köszönöm jegyző úr szavait. Főigazgató asszony. Rögtön csatlakoznék, és én is azt gondolom, hogy ilyen típusú világméretű leállás most a második, vagy harmadik, vagy ha egyáltalán lesz második, vagy harmadik hullám, akkor már nem várható. De maga a tapasztalat, ami a tapasztalatok, amik születtek, azok itt maradnak velünk, és ezeknek egy jó részét mindenképpen be kell építenünk a további életünkbe, hiszen azt is halljuk sok forrásból, hogy ez most csak egy járvány volt, de hogy a következő évtizedek, évszázadok a járványokkora lehetnek, és ezért nekünk mindenképpen okosan fel kell készülni, már amennyire tudunk ezekre az eshetőségekre. Én azon is elgondolkoztam, hogy mi lesz majd később az új norma. Tehát ezek után mi lesz majd, ami normálisnak fog számítani, hogy a biztonságra fogunk törekedni, vagy a mobilitásra fogunk törekedni, hiszen ezek azért felmerülnek gyakran, mint kérdés, hogy a fizikai munkavégzés, vagy az online tér fog előtérbe kerülni. Hát ezt szerintem majd csak a jövő fogja eldönteni, mi még ebben most nem nagyon tudunk nyilatkozni, viszont fel kell készülnünk mindegyik verzióra.
Én fontos kérdésnek tartom azt is, hogy a közösség hogyan éli meg, és hogyan osztja meg a javait. Tehát, hogy kötelező-e, muszáj-e mindenkinek autójának lenni, vagy egy közösségi közlekedésben lehet gondolkodni. Tehát, hogy tulajdonolni szeretnénk majd eszközöket, vagy javakat, vagy megosztani, tehát közösen használni javakat. Ezt is érdemesnek tartom végig gondolni. Illetve hát felmerült azért egy komoly kérdés, ugye informatika szakos vagyok, tehát nekem nem állt messze tőlem ez az időszak, de az, hogy milyen módon ellenőrzik azokat a betegeket, vagy éppen karanténban lévő személyeket, ez a különböző megfigyelési, ellenőrzési lehetőségek, ezek milyen mértékben fognak később beépülni az életünkbe? Hogy mennyire lesz majd privát szféránk, és mennyire lehet majd ellenőrizni a mi életünket? Ez mind-mind olyan kérdés, amire most nem tudunk még válaszolni, de gondolkoznunk szerintem mindenképpen kell rajta. Én csatlakoznék egy kicsit elnök úrhoz, mert hogy a zacskóban vásárlás, a nylon zacskóba, egyszer használatos műanyag zacskóba történő vásárláson kívül én még egy nagyon fontos dolgot látnék, a pazarlásmentes életet. Ez viszont rajtunk múlik. Tehát ezek a kérdések, amiket eddig felvetettem, ez azért ez egy globális kérdés, de ez, hogy pazarlásmentesen, műanyagmentesen éljünk, az valóban rajtunk múlik, és tényleg én azt gondolom, hogy mindent kicsiben kell kezdeni, egyéni szinten kell kezdeni, és ebből majd a közösség, amit tud átvesz, és közösségként kell továbbvinni. Köszönöm főigazgató asszony szavait, rektori megbízható. Köszönöm szépen. Nagyon gyorsan csak reagálnék, jegyző úrnak kérdezte, hogy az élelmiszer vásárlást még nem korlátozzák. Alapvetően azt mi éreztük, mint ebben az ágazatban tevékenykedők, hogy minden kormány, a világon minden kormány arra törekedett, hogy ebben ne legyen probléma. Tehát ha mindenki emlékszik rá, a határokat mindenkiért lezárták, de az élelmiszerek mehettek. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés volt. Tehát, de ennek van egy közgazdasági, meg szociológiai oka is, hogy az embereknek az alapvető szükségleteit kell kielégíteni. Nem tudom, ki emlékszik itt a teremben, hogy mi az, ami hiányzott még az élelmiszeren kívül a boltokból. A WC-papír, így van. Tehát ez egy axióma, hogy ezeket kell először, és ezek a termékek azok, amelyek működnek. Én is azt gondolom, hogy fel fog értékelni a helyi gazdaság szerepe, át kell gondolni az ellátási láncokat mindenféleképpen, nem csak az élelmiszerben, hanem a teljes informatikában 90%-ban az alapanyag Kínából jön, ezt át kell értékelni. Látjuk, hogy elkezdtek a kormányok azon gondolkodni, köztük Magyarország kormánya is, az alapvető termékeket, mondjuk most a maszkgyártás, hogy csak egy példát mondjak, az hazai alapanyagból, hazai munkaerővel is megoldható legyen, de ezt tovább is kell gondolni, mert csak a vészhelyzetre igaz, hogy ennyire kiszolgáltatottnak lehet-e lenni személyesen is, meg egy közösség részek, akár városként is, vagy akár országként is ennek a globális piacnak. A zacskóra visszatérve, hétfőn volt egy doktori védés pont ebben a témakörben, ahol volt szerencsém részt venni. Az első kérdésünk az volt, hogy a 19-es vizsgálatok 20-ra igazak-e? Nem igazak, természetesen élelmiszerek kapcsolatban is. A fogyasztók a helyit sokkal jobban fogják preferálni a jövőben, de a biztonságot is. Ezért én azzal egyetértek, hogy a helyi termékeknél csökkenni fog a például a műanyagok száma, de a többi gyártón az egyéni csomagolások sokkal jobban meg fognak nőni, ami a biztonságot adja. Tehát a lédik termékek meg fognak szűnni gyakorlatilag. Ezzel én teljes mértékben egyetértek, csak hogy egy kettősség van ezen a területen, és én azt vonnám le talán, amit az elején is mondtam, és megerősíteném, hogy nem szabad elfelejtenünk, hogy mi történt ebbe a századba, le kell vonni a következtetéseket, és ne kezdjünk el nyakló nélkül újra, ne keressük azt, hogy visszatérhetünk ugyanabba a folyóba, mert nem fogunk tudni ugyanabba visszalépni, viszont próbáljuk meg normalizálni. Ami jó volt, azt próbáljuk meg megtartani. Környezetvédelem, szociális viselkedéseink, tolerancia, felelősségvállalás, és amiben rossz volt, azt pedig próbáljuk meg úgy feldolgozni, hogy megfelelő szabályozókat, megfelelő központi vagy helyi intézkedéseket teszünk hozzá. Ebben nagyon nagy szerepe van minden döntéshozónak. Köszönöm, és polgármester urat megkérném, hogy zárja be így a fórumunkat egyúttal, mert nagyon közeledünk. Vannak így urak mellettem, akik biztos, hogy még néhány gondolattal rendelkeznek, hogy egy nagyon általános mondatot szeretnék mondani, akkor kicsit szerény ember. Tehát az embernek rá kell jönni arra, hogy nem, most sem sikerült legyőzni a természetet, nem, most sem sikerült átalakítani, és nem, most sem mi határoztuk meg, hogy mi fog történni
gyakorlatilag a környezetünkbe, hanem jött valami teljesen más, és az gyakorlatilag végig söpört, sőt nem söpört, hiszen nálunk lehet, hogy picit múlt idő, nem teljesen, máshol a világban még egyáltalán nem múlt idő, hanem jelen idő, sőt. Tehát, hogy egy kicsit szerényemnek kell lenni mindenkinek szerintem a maga szintjén. Azért látszik, hogy miközben a világ kutatói kapacitásának nagy része hónapok óta ezen dolgozik, még mindenki fél éve, egy év, két évet mond, hogy ezt megtalálja szerényemben, mindenkinek szerényemben egy picit. És akkor egyébként ez minden egyéb társadalmi és természeti kérdésre is ki fog hatni. Én nem gondolnám azt, hogy a fogyasztói társadalom átalakulna, szerintem nem fog. És annyira globalizált lett a gazdaság, hogy én őszintén szóval nem gondolnám. Lesznek átalakulások, de én nem hiszem, hogy ez gyökeresen megváltozna, már csak azért sem, mert hogy a járvány lehet, hogy egy helyről indult, de mindenhol ott volt és ott van. Tehát nem az történt, hogy most kiderült, hogy oda most nem, mert ott bizonytalan a helyzet, mindenhol bizonytalan volt. A világ leggazdagabb országai voltak a legbizonytalanabb helyzetben. Hát azért Svájc gyakorlatilag leállt. Hát könyörgöm, annál gazdagabb országot nem fogunk találni. Sokat szoktunk beszélni a magyar egészségügyről, nem a magyar egészségügy omlott össze, hanem nálunk jóval gazdagabb országok egészségügye omlott össze. Olyan városállamok omlottak össze tekintetben, mint New York, amelyik hát nyilván pénzügyi értelemben nem összehasonlítható az európai városok döntő részével, és összeomlott. Tehát én azt gondolom, hogy ebből az is következik, hogy ez egy globális probléma halmaz. A járványok globálisak lesznek, az utazások lehet, hogy csökkenni fognak, de nem kiiktathatók sem a gazdaságból, sem a társadalomból. Ha ez pedig így van, akkor arra kell fölkészülnünk, hogy mi van, ha vannak ilyen járványok, mit kell tenni, kinek mit kell tenni, és erre igenis föl lehet készülni, erre azonban azt gondolom, hogy alkalmas az ember, mert alkalmazkodó képessége is van az embernek. És ez bebizonyosodott ezekben a hónapok. Azért pillanatokat átadtunk arra a rendszerre, hogy nem járunk el a házi orvoshoz. Fölteszem a kérdést, akkor biztos, hogy mindig el kellett korábban járni egyébként a házi orvoshoz. Nem jártunk annyit a sürgősségire, akkor biztos, hogy mindennel a sürgősségire kellett menni, amivel egyébként oda mentünk. Na, ha ezeken tudnánk változtatni, az szerintem már egy nagy előrelépés lenne, és mehetnénk gyakorlatilag területről területről vissza. Ha már kommunikáció, akkor pedig a közösségi média végleg megkerülhetetlenné vált, legalábbis addig, amíg nem találnak ki ehhez képest valami teljesen mást. 47 ezer az átlagos megnézése, megtekintése a napi lakossági tájékoztatónak a Facebook oldalon. 47 ezer. Egy olyan fórumrendszer, ami pontosan ingyen van. Ez nem teljesen igaz, mondjuk 3-4-en írtuk, ha most a mi munkabérünket is ide vesszük, akkor nagyjából ennyibe került naponta ennek az elérése. 30 ezer alatt nem volt poszt, és 150 ezer fölött volt a legtöbb. Egy vidéki polgármester Facebook oldalán. Szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok tanulsága van az élet minden területén. Ezeket le kell vonni, mert ez is az ember képessége. De még egyszer legyünk egy picit szerényebbek, és gondoljunk arra, hogy az a gondviselés az lehet, hogy kicsit nagyobb és hatalmasabb, mint mi. Köszönöm szépen. Csak még egy gondolat, hogy az ipar oldalán, főleg az autóipart, mert mostában nagyon gorcsó alatt vagyunk. A trendjeink szerintem nagy mértékben nem fognak változni. A zöld politika előtérbe került már jó pár éve. Vannak országok erősebben, vannak régiók, ahol nem, de az irány nem változik, tehát biztos, hogy felé megyünk, viszont azért ez a vírus, vagy ez a pandémiás helyzet azért elgondolkodtatja a beruházókat, hogy a racionalitás mennyire írja felül az eredeti terveket. És csak egy példát is adom, és tovább a mikrofont. Az egyik nagy ilyen mumusunk volt, hogy a következő 10 évben senkinek nem lesz saját autója, hanem majd lesznek autók, amiket egymás között megosztogatunk. Nem tudom, tehát én eddig sem nagyon szívesen szerettem volna senkivel megosztani az autómat. Eddig is kicsit úgy irtoztam a bérelt autótól, de hogy ezek után én senkinek a lebetett autójában nem fog beülni, az is biztos, de ez csak az én privát véleményem. Lesznek trendek, amik egy picit más utat járnak be, de a zöld, az önfenntartó város modell az autóba, az elektromos irány biztos, hogy nem fog nagy mértékben változni. Lehet, hogy egy picit más ívet vesznek, de az irány az szerintem megmarad. Köszönöm. Köszönöm, és ügyvezető úrat kérném. Én azt gondolom, csatlakozva előttem szólókhoz, hogy én nem gondolom, hogy a globális ellátási lánc olyan nagyon át fog alakulni. Mi az IT mellett napelemek rendszerekkel foglalkozunk. A gyártás, én azt gondolom, hogy továbbra is a jelentős része Kínába fog maradni. Az utazási szokásaink biztos át fognak alakulni. Mi
évente kétszer-háromszor megyünk Kínába, hát nyilván azóta nem voltunk, meg még egy darabig nem is tervezünk menni, de ez más platformra fog kerülni ez a tárgyalási szituáció, de én nem gondolom azt, hogy Európába fognak jönni a nagy gyártóüzemek, mert egyszerűen ez irracionális gazdaságilag. Lesznek olyan területek, ahol ez megoldható, de alapvetően én nagy változást nem látok ezen a területen. És még akkor elnök urát kérdezni. Egy gondolat csak, hogy ez a járvány arról szólt, hogy kinek a szervezete mennyire ellenálló, mennyire erős az immunitása. És hogyha újabb hullámokról beszélünk, akkor megint az a kérdés, hogy a mi egészségünk, a mi szervezetünk, az egyének a szervezete, hogy milyen állapotban fog találkozni ezzel az új hullámmal. És akkor kérdezem, hogy lehet ennél fontosabb, hogy az egyéni egészségre fordítjuk a rendelkezésre álló erőforrásokat, ha prioritásokat kell kiemelni. Tehát a prioritások sorában ennél nem lehet fontosabb. Még annyit, hogy talán nem csak az egyéni egészség az érdekes, hanem ugye a fertőzés kapcsán a kontaktkutatások, illetve másokra, az én egészségem hatása másokra kérdés is felvetődik, ez talán egy új szempont, de ha ki kell emelni valamit, akkor az, hogy minden erőforrást az egyéni egészség érdekében kellene fordítani kormányoknak, városoknak, civil szervezeteknek, hogy elkerüljük az újabb fertőzéseket, betegségeket. Köszönöm szépen minden beszélgető partnernek, hogy megosztotta véleményét velünk. Köszönöm szépen a Fehérvár televízió nézőinek, azoknak, akik online követtek minket. Nagyon tartalmas beszélgetésnek lehettünk tanúi, megtiszteltetés volt itt ülni veletek, és mindannyiunknak azt kívánom, hogy óvatosság szem előtt tartása mellett, de folyjunk vissza a normális körülmények közé, és vigyázzunk egymásra továbbra is. Jó egészséget mindenkinek, és kellemes nyarat kívánok mindenkinek!